Ugye ezt az évet elkezdve azt kell mondjam, hogy most már ez egy hagyomány, mert tavaly ugyanekkor, akkor is János volt velünk az első alkalommal. A sors így dobta, hogy most is, bár ezt most megterveztem előre, hogy ő legyen az első. És nem engedtem senkit az első szombatra, pontosan azért, mert ez számomra is így fontos, ez a sorrend. Ő nagyon-nagyon sokoldalú, és nagyon, nem csak az UFO-król tud beszélni, hanem sok olyan más dologról is, amiről viszont kevesen, vagy ha beszélnek, nem teljesen úgy, ahogy kéne. Én ezért örülök, hogy ezt az évet, ami számunkra egy nagyon nehéz év lesz, most itt mi, akit tervezzük ezt, mert nagyon sok előadó fog jönni, nagyon sok új előadót fogtok itt majd hallani, ismerni fogjátok mindegyiket, és nagyon örülök, hogy mindegyik örömmel vállalt, hogy eljön. Fogjátok mindegyiket majd szerintem nagy szeretettel fogadni, nagyon sok tudást adnak át, nagyon sok ismeretet, és mit én szoktam nektek mondani, a legfontosabb mindig a személyes jelenlét. A videó nagyon-nagyon sokat meg lehet nézni, nagyon sokat lehet hallgatni, de abban a térben, az az energia térben, és akik ide régen járnak, azok pontosan tudják, hogy ez egy nagyon más hely. Először nem ismeri föl mindenki, ez érthető. Ha valaki, aki még most új, és nem tudja, hogy miről beszélek, nagyon szívesen szünetben elmondom, meg is mutatunk helyeket. Ez energetikailag egy olyan frekvencia, és nem véletlenül ezek a színek vannak, és azért mondom, hogy nagyon sok új van most a körünkben, és köszöntelek benneteket nagy szeretettel, hogy ennek a rezgése más. Az egész életedet a rezgések határozzák meg, nem véletlenül próbálják letolni. És az se véletlen, hogy én ezt próbálom visszahangolni, mindketten ez a feladatunk Editnek is, meg nekem is. És örülök, hogy akik ide járnak, ebben már vastagon érintettek, és mindenkinek megvolt a megtapasztalása. Ne lepődjön meg senki, aki esetleg gyógyulni fog. Ne lepődjön meg az, hogy képességeik fognak aktiválni. Ne lepődjön meg az, hogyha éberebb lesz. Ne lepődjön meg az, ha tudatos gondolatok lepik meg. Ne lepődjön meg, ha elutasítja azt, ami eddig élt. Ez mind egy komoly változás, és ezt a változást mindenkinek végig kell vinni. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Nagyon sok ismerős arc van, és külön örülök, hogy olyan régi barátokat láthatok és köszöntötök itt körünkben, ami nagyon-nagyon jól esik, mert természetesen az új, akik még nem voltak, azoknak is nagyon örülök, és nagyon-nagyon boldog új esztendőt kívánok tényleg mindenkinek. Boldogabbat, mint amilyen volt. Mindenkinek kívánom, hogy ez az év múlja felül az összes többit, ami eddig történt velünk, de ahhoz nagyon ébernek kell lenni, és nem hébernek. Tehát mindenképpen oda kell figyeljünk arra, hogy meg ne tévesztődjünk. És az, hogy ugye a szeretet ez egy örök elcsépelt dolog, de mindig csak azt mondom, hogy azt a hétköznapokban kell tenni, azt tenni kell, azt nem mondani. No, hát akkor induljunk is. Arról, amiről ma szeretnék beszélni, az tulajdonképpen az, hát ugye UFO-kutatási terület, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag ugye tagadják. Tagadják, bizonyos körök vallásnak mondják, hogy vallásosak vagyunk, csak amikor kezet fog az ember velük kint a földön kívülekkel, akkor azért nem ezt érzi, hogy vallásos lennék. Ilyen értelemben hiszek dolgokba, de természetesen nem vagyok vallásos, főleg nem ez a bigott vallásos. Főleg nem az ilyen egyházaknak, ahol a fejjel lefele fordított kereszt van a székben, pápának például. És nem sorolnám, hogy hány és hány. Most hallom, most voltatok Boszniában, benn voltatok gondolom abban a vörös, hatalmas téglás templomba. Én voltam, azért mindig úgy mentünk, sajnos, hogy időben már nem fért. De oda biztos, a lényeg az, hogy egyszer oda be kell menni, mert ott egy rész, azt mondja a Dezső barátom, nekem Szent Györgyi Dezsőről beszélek, hogy azt mondja, na János, azt mondja, na most kíváncsi vagyok, hogy észreveszed azt, amit észre kell venni. Beléptem, körülnéztem, megvan, ez hülyeség. Ott középen mondom, nézd meg, fejjel lefelé fordított kereszt. Ezen el kell gondolkodni a sátánistáknak a szimbólumrendszere. A pápának a sújtásos ruháján fejjel lefele fordított kereszt. És nem sorolnám, tehát most csak, nem akarok most inkább erről, csak ezt azért mondtam, hogy
a tények és bizonyítékok, tehát nem mellébeszélés, nem olyan dolog, amiről pilóták, űrhajósokkal beszélgettem, interjúkat készítettem velük, katonákkal, katonatisztekkel, akik részt vettek a vietnámi háborúba, és űrhajók, földönkívül űrhajók szágódottak a fejük fölött. Ezt nem lehet félredumálni, fényképek készültek róla, azokat is meg szoktam mutatni. Beszélünk a Holdról majd, hogy az a Hold, amit itt nagy csodának tartunk, hogy az tulajdonképpen mennyire nagy hazugság, milyen nagy világátverés. Aztán az űrprogramokról is, hogy miért kellett mondjuk a Apollo 13-nak ugye felrobbanni az oxigéntartályának. Meg hát nagyon sok érdekes dolog, úgyhogy szerintem akkor induljunk, úgyhogy a biztonsági öveket be lehet kapcsolni, mert most olyan dolgokról beszélünk, ami nincs, ugye, de hát amikor azért négy szem közt beszélek velük, akkor azért elmondják, hogy jó, amit csinál, csak nem szabadna mondani. Hát hogy ne szabadna, dehogy nem, kell mondanom mindenkinek, mert pontosan az a lényege, hogy tudjuk meg, hogy egy nagy világás átverés részesei vagyunk ebben is. De nem csak ebben, tagadják, miközben a földünkön, az óceánokban 500 méternél mélyebben életet sokáig nem is mondták, hogy létezik, miközben olyan piramisok vannak odalenn, ahol külön réteg elválasztódik az energia szempontjából, tehát ott a mikrolények például bizonyos szint csak a fölött, vagy az alatt közte, nem, ahol az a hatalmas energia van, de hát olyan űrhajók, olyan űrbázisok vannak a Földön, a földi vezetésnek gyakorlatilag létezik már űr, komplex űrprojektjük, olyan projektek, amiben földön kívüli hatalmas anyaűrhajóink vannak. Tehát ilyenekről is fogunk beszélni. És hát mindenképpen azt szeretném megmutatni, hogy mennyire keveset tudunk. Ugye egyrészt a lakható galaxisokról, hogy mennyire itt is félre van mindenki vezetve, hiszen azt mondják, hogy csak ez az egyetlen bolygó létezik. Na most, ha csak egy kvázi arányt állítanék fel, mondjuk ebben a teremben, mondjuk a túlsó sarok, de ennél tovább nem látok. Ez már akkora, hogy a Hubble törli a homlokát, mert már ott is izzadva tud csak információt gyűjteni, de csillagász, aki persze pénzelve van, megmondja, hogy ott nincs sehol élet. Hát dehogy nincsen. Annyi, ahány nap van, minimum annyi, ahány csillag, annyi bolygó, lakható bolygó, különböző fejlettségi szinten, a nálunk jóval fejlettebbek, ilyenek a plejádok, a Theta Reticulis sorolat, nem majd itt fogunk róluk beszélni még, hogy kik azok, akik ide látogatnak rendszerességgel. Most akkor nézzük meg ugye, hogy itt vannak ezek itt, amit látunk, ezek mind egyesével számtalan kis galaxis, azok a kis ovális részecskék, és azok galaxisok. Tehát könyörgöm, a naprendszerünk egy galaxisnak egy pöttye. Most ehhez képest ez a pötty maga a galaxis. Akkor gondoljuk bele a központi csillag, itt mindjárt lehet látni ugye a Hubble, hogy 100-200 millió galaxis van csak az univerzumban úgy, hogy azóta már megdőlt, mert most már 2 billióra becsülik gyakorlatilag. 150 és 400 milliárd csillag található a mi galaxisunkban. Tehát ez most csak a legapróbbról beszéltem. És ezt kijelenteni, hogy ott a sarokban, itt ez a pötty, ott a sarokban, hogy ott nincs élet, vagy bárhol a teremben. Hát dehogy nincs. Gyakorlatilag ezek a fizetett csillagászok, több csillagász barátom van, neves csillagász, nevét nem kívánom, akik mindig mondják, hogy János, gyere be, és akkor hát azt mondja, most filmre vettél egy UFO-t, jaj, nagy kaland, gyere be, mutatok különbet. Hát ez egy ócska felvétel, amit csináltál. De nem beszélhet, mert mindig visszakérdez, hogy de János, azt mondja, de mondom, miért nem szóltok már a nagy nyilvánosságnak? Hát mert nagyon egyszerű, mert csillagászból nem sok bársonyszék van. Tehát érthető, valahol érthető, ugye azért tanult, de én azt gondolom, hogy ilyen nincs, hogy azért tanultam, bocsánat, te az emberiséget kell, hogy szolgáld. És pont. Jól látom, ott egy macsesz van? Igen. Igen. De nem ide a kanapéra.
Oké. Igen. Majd kibeszéli az egereknél, na nem baj. Tehát emberek és egerek, ugye, jeligére. Tehát gyakorlatilag, ugye, pontosan ennek is az a lényege, hogy milliárd számra létezik lakható bolygó. Mondom, lakható bolygó. Majd néhányat fogok itt említeni, ahonnan jönnek. Mi kell ahhoz, hogy egy civilizáció technológiailag el tudjon jutni, valamilyen fejlettségi szintet el kell, hogy érjen. Tehát ugye Jóska bácsi a vasvillával, Julis néni a söprűvel nem nagyon messzire tud eljutni. Nem söpörni akar, mondom, se kell. Tehát gyakorlatilag valamilyen technikai szint kötelező. Nos, itt kétféle alternatíva van. A minél több felhasználható energiával kell, hogy rendelkezzen. És azon belül is nem akármivel. Ugye itt vannak a szénhidrogének, ugye milyen gyönyörű kép van most is, ugye, hogy az olaj is csak cseppek, az nem működik senki. Egyébként itt is ki vagyunk szolgáltatva, mert csak gondoljunk bele, egy alkatrészt nem küldök autóhoz, be tud tartani még a kabal és rendje, vagy mondjuk elzárják a csapot. Mivel megyünk? Cufusz, mondja a német nemes egyszerűsége, persze. Na de, akkor mi lesz, hogy lesz? Tehát hibás úton vagyunk, és ezért említettem ezt, hogy nem szénhidrogén, nagyon sok civilizáció az elmondás alapján, a kontakt személyek alapján tudjuk, hogy teljesen más, és általában mágneses, magnetikus energiákkal működnek és dolgoznak, de már Indiában már ott volt a vörös higanyt, használták 12 ezer évvel ezelőtt űrhajók közlekedésére, de majd beszélek róla még. Aztán minél fejlettebb egy technológia, természetesen annál hatékonyabban tudja, ez az, amiről beszélek, hogy tehát a sokkal magasabb szintet tud használni, és ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát ugye az egyik a szélerőmű, amit nálunk ugye, ezek a legódivatúbbak, persze most kezdik mondani, hogy marha jó, de ezek a legócskábbak, amik léteznek, a napelemek is. Nem áll arányban a technológiai szint abban, hogy amennyibe kerül, mert mire megtérülne, addigra pont tönkre megy. Ez ugye minden évben a napenergia, a napelemek veszítenek erejükből, ugyanis hát azért a gammasugarak azért rendbe rakják őket és egyebek. Tehát nem jó. Ugye a másik a technológia, ott ugye a csimpánz indul, aztán a felegyenesedés, ugye ez a degenerált evolúciós elmélet, de nem is az a lényeg, hanem ugyanolyan görnyetté válik, a számítógép előtt fogunk majd görnyedni címmel, már szerintem túl vagyunk ezen, de nagyon-nagyon fontos. Energia hasznosítási szintek és típusok tulajdonképpen még egyes típus az egy civilizáció, amely a szolgáló bolygóját, mondjuk a Föld, annak a csillag energiáját ki tudja, tehát az éteri energiát ki tudná használni. Ez egy alap, nem tesszük. Csak egy picit a napot most kezdjük itt munkára fogni meg a szelet. De ez nagyon sekélyeké, tehát szóval ez a legfejletlenebb, tehát látszik ott a hat típus, és ez az egyes. Még itt se tartunk. A másik típus a szupercivilizációnak hívjuk, mely saját csillagának, tehát már, mint a napnak kihasználja, és egészében tudja hasznosítani. Magyarul nincs szénhidrogén, nincs ventilátor, meg ilyenek, ilyen maraságok, persze, ami meghibásodhat. Aztán a harmadik típusú szintén szupercivilizációnak tartjuk a saját galaxisának, tehát már nem csak a naprendszerének, hanem a galaxisának az energiáját is képes, magyarul tud közlekedni a galaxison belül. Tehát ez csak nem Budapest-Pécs, vagy mit tudom én kategória, hanem sokkal nagyobb terület és idő, amit megtesz. Aztán ugye van a szupercivilizáció, illetve az univerzumi, ami azért érdekes, mert a világegyetemnek képes az összes energiáját használni. Tehát ugyanezt kicsiben. Tesla egyébként sokszor firtatják is, hogy ő nem is földi ember volt, hanem hát ahogy lefogyott, úgy, tényleg úgy nézett ki már a végén, tehát egy ilyen kis szürke, kis földön kívülnek látszott, hipertechnológiákat. Egyébként léteznek ilyen időszakok az emberiség történelmében. Például ott van Leonardo, aki 420 olyan találmányt adott az emberiségnek a középkor idején,
hogy gyakorlatilag Kardán-tengelyt akkor a 13. század, 14. század idejére akkor mutatja be, mint találmányt, és sorolhatnám tenger altjárótól kezdve. Talán emlékezhetnek, néhányan az előadásomra volt erről szó, a rejtélyes középkorban beszéltem ezekről részletesen. Tehát, hogy ő egy rendkívül nagy tudású, bizonyos időkben polihisztorok születnek. Vagy, bocsánat, előre, projektbe, ugye Jézusok, akik bizonyos tudást, technológiát adják át, bizonyos Leonardok, vagy éppen Teslák. És akkor ezek ezt a tudást próbálják. Az a cél, hogy felhúzzák az emberiséget. Ugyanakkor nem tagadható az a cél se, hogy az emberiségnél gyakorlatilag létezik egy olyan, az immunrendszer erősítése, hogy a galaktikába úgy juttunk be, hogyha bizonyos immunrendszeri sajátossággal bír az emberiség. És ez bizony 100 évente, ez bizony mindig visszatérő. Az 1400-as évektől 1420 pestis járvány, bugópestis, és így mehetünk végig, spanyolnáta 1520, 1620, tehát mindig 2020. Ugye milyen kis véletlen? Gyakorlatilag pont az a lényege, hogy az idegenek is mindig megfigyelték, hogy előtte egy különös valami szágódott végig az égen, majd ő leszólta a vírust, és aki életben maradt, az életben maradt. Az már rendelkezett azzal az immunitással. És most itt nem Bill Gates-ekről beszélek, mert az, meg, az egy más történet. Nos, aztán létezik ugye a multiverzum, mert az már egy izgalmasabb, az az egész univerzumot is képes, az összes létező univerzummal együtt, mert abból sem, ugye hát mentünk, ugye naprendszer, bolygó, naprendszer, akkor galaxis, aztán ugye galaxisok tömkelege, univerzum, és sorolhatnám így, univerzumok gyakorlatilag óriási. Tehát ezt így kijelenteni, azért apróztam el ennyire, hogy érezhető legyen, hogy a kis naprendszerünkben most fedeznek fel holdakat, könyörgöm. A tengerekből csupán 2%-át ismerjük az élővilágnak. De kimeri jelenteni, hogy ott messze nincsen, nincs élet. Tehát szóval ez egy gazemberség. Mindenütt át vagyunk verve, tehát ne higgyük azt. Ezért kell képezzük, ezért kell kutassunk, és nem beleegyezni. Mindig a rebelisek vitték előre a világot. Én azt gondolom, akik nem nyugodtak bele a beadott baromságba, és kicsit kiláttak a világ a nagyobb rálátással. És azt átadták, tanították. Aztán a hatodik típus ugye az a legfelsőbb szint, aki univerzumokat is képes létrehozni. Na ez már igazi teremtés azért, nem? És akkor univerzumokat tud létrehozni, és most nem megyek vissza a fraktál elmélet szerint, hogy úgy nagyba, mint kicsibe, vagy úgy kicsibe, mint nagyba, mindig az élet önmagát ismétli, oda-vissza. Tehát igenis, ahogy itt van élet, ahogy lent, mondja az egyiptomi kultúra, úgy fent. És valóban Egyiptomban a piramisok halmazát például a sivatagokban úgy szórták szét, ahogy a tejúttal megegyező. Tehát le lehetett tükrözni. Sőt, az oroszlán csillagkép, az gyakorlatilag a Szfinxel néz szembe egy bizonyos napon. És sorolhatnám az Aldebarán, ugye, a bika csillagképnek a szeme, hatalmas bolygó, hatalmas civilizáció, és rengeteg ilyen civilizáció létezik. Tehát nem lehet ezt úgy csak félesöpörni, és soha ne engedjetek, és ki kell kérni a vallási részt, semmi köze a valláshoz. Nos, nézzük meg, UFO észleléseknek többféle típusa van. Tehát olyannyira, hogy ez egy tudomány, tehát hiába mondják, hogy nem. Például Finnországban, amikor kint meghívtak egy konferenciára, ott például szoktam említeni Jakkának egy ufókutató, egy neves ufókutató, aki gyakorlatilag ufológiából diplomázott a Stockholmi Egyetemen. Aztán ugye otthon pedig hazament Finnországba, svédből, és ő most tanítja az egyetemen. Tehát miről beszélünk? Marina Popovicsot, amikor megkérdeztem 95-ben egy interjú kapcsán, hogy kedves Marina, mit fognak csinálni önök, mint oroszok? A perestroika van, ugye akkor voltak 93-90 környéken, ugye a Görbecsap, ugye ő volt, aki annak idején ezt a perestroika projektet Ronald Reagannel együtt akarták létrehozni, és a háborús dolgoknak megpróbáltak véget vetni, ami nagyon nagy sikerrel, majd lesz róluk még szó. És gyakorlatilag azt mondta, Jánoska, hát nálunk ez tantárgy a Lomonoszov Egyetemen.
Miről beszélünk? Én meg föltettem Handicap Csabának a kérdést, és így nézett csak, hogy itt UFO, nem is hallott róla. De hát ugye múltkor is már mondtam, hogy ilyen letakart távcsövön keresztül nézett, hát így nem fog menni. Tehát azt az le kéne venni. És akkor nagyobb rálátása van a világra. De hát aztán megjött a válasz, hogy pillanatnyilag nincs semmiféle akta, nem volt, nem, nincs, és nem is lesz. Nem mondom, ez a lenini elv, ez a volt, van, meg lesz, tehát mindegy. A típusok nagyon különösek, ugyanis Joseph Heinek volt egyébként egy neves csillagász ott az USA-ban, illetve egyetemi tanár, és UFO-gyi szakértő volt, főtanácsos. Diliből megválasztották a zöld majomgolyó elmélet alapján, hogy nincs ilyen természetesen. Gyakorlatilag, hát ha nincs, akkor minek nevezik ki főtanácsosnak? A nincsre főtanácsos? Ja, persze most Magyarországon van ilyen azért. Tényleg. Van új űrkutatási miniszterasszonyunk is. Hát nem tudom, milyen víz fog föltörni belőle, de egyelőre űrkutatás. Majd meglátjuk. Gyakorlatilag Heinek azért volt izgalmas, mert a harmadik típusú találkozások, azt láttuk? Igen? Jó. Azt, aki nem látta azért, az nézze meg, mert az az UFO kutatásnak az alfája és az omegája, minden benne van, amit kell tudnunk. Az egyéválás, a Communion, az egy másik film, az meg a folytatása, mind a kettőt javaslom, hogy nézzük meg Schreibernek a filmjét, egy zseniális, ott a szondák, a testbe helyezett szondáktól kezdve nagyon sok mindent lehet tudni, a földön kívül kontakt és egyebek. Nos, Heineket, amikor a harmadik típusú találkozásukat végignézzük, és az utolsó képkockák mennek fel, már a szöveg megy, akkor az első név Dr. G. F.G. Heinek neve verül föl, mint szakértő. Mihez? Skifihez? És egyáltalán hogy készült a skifi? Ugye azt mondták, hogy készítsenek egy egyperces videókazettával, keresték meg ugye Spielberget, és azt mondták neki, hogy itt van ez a videó, akkor még videókazetta kategória volt, és azt mondták, hogy ebben egy egyperc az eredeti felvétel, e köré készítsen egy filmet, úgy, hogyha akarom, azt mondom, hogy dokumentumfilm, ha akarom, azt mondom, hogy skifi. Nos, hát ez így is volt, elkészítette, úgyhogy abban az eredetiben majd mutatom a képet erről, gyakorlatilag, hogy igenis, valóban eredeti rész van benne. Nos, ő, amit már meséltem itt, egy kicsit előre haladtam a harmadik típusú találkozásokkal, ez a úgynevezett Grudge Project, ez a ellenszem a földön kívüliek, mint civilizáció, hiszen akkor még nem békés szándékúak voltak, nagyon sok eltérítés volt, és sok haláleset, nem hozták vissza az embereket. Majd ezt Dwight Eisenhower elnök, ugye az Amerikai Egyesült Államok elnöke, 1953-ban lett elnök, de Truman, Henry Truman 51-ben felkérte, egyébként Dwight Eisenhower volt a kelet-európai régió hadtestének, szárazföldi hadereinek a tábornoka, és felkérte 51-ben, hogy folytasson kutatásokat, a földön kívülieket megbízza ezzel a feladattal, meg kell alapítani, milyen célra vannak itt, hogy satsatsat, ugye, mert tudjuk, hogy 47-ben lezuhant egy űrhajó. Mindjárt fogok arról is beszélni, és nagyon érdekes, páratlan képsorokat szeretnék mutatni majd mindenképpen. Nos, gyakorlatilag ekkor még az idegenek elsősorban kis szürkék, ezek félig robotok, inkább robotok, mint emberek. Jó, majd úgyis még beszélek róla, mert akkor felrúgok itt mindent. Tehát, Heinek volt az, aki elsőként megállapította, hogy milyen típusú találkozások léteznek, földön kívüli találkozások az emberek, amit az emberek elmondtak, láttak és egyéb. Az első, amit itt látunk, az gyakorlatilag ez ilyen 150-200 méteren belüli találkozó, amit csak látja, hogy egy repülő tárgyit elhúz. Előtte, ugye van egy ilyen kép is, hogy ott van Jézus, és akkor itt egy versenyautó, és akkor így Krisztus előtt 200-al, ugye? Van odarajzolva, nagyon szellemes valóban. Gyakorlatilag a repülő tárgya csak észleli,
De ez még nem jár semmiféle egyéb testi, lelki és egyéb megrázkodtatással. Aztán a második típusú találkozás az, amikor a rádióadók megzavarodnak, hiszen bele beszél, az állatok idegesek, nyugtalanak lesznek, ugye, és égésnyomok találhatók különböző területeken, vagy a föld, mint a parafa, szó szerint kisül. Nem süllyed le, rádobják a termőföldet, és nem merül le a vízbe, mint a parafa úszik. Tehát ezek olyan, vagy a növényzet nem úgy nő onnantól kezdve, és sorolhatnám. Tehát ezt nevezük második típusú találkozásnak. Aztán a harmadik típusú találkozás, ugye ez már látjuk, hogy amikor például itt az űrhajót azért tettem be, mert látjuk is, hogy valamilyen életszerű, valakik ott mozognak abban a szerkezetben, de ez még csak a harmadik típusú, ez egy idegen létforma jelenlétét jelenti csak egyelőre. A negyedik típusú az már az emberrabások, illetve az eltérítések. Nagyon-nagyon sokan vannak, sokan nem mernek szólni, nem mernek nagyobb nyilvánosság előtt, érthető. Volt is egy ilyen, a kutatásaink során létrehoztunk egy csoportot, ez a 90-es évek vége fele, az érintettek, így hívtuk őket, ők találkoztak rendszerességgel, megosztották az eltérítési eredményeket és dolgokat, amiket átéltek, pszichológusoknak kellett némelyiket kezelni, hiszen olyan lelki megrázkodtatás érte őket, hogy azt nem egy könnyen nem tudták elviselni, és ezeket segíteni kellett feldolgozni nekik. Aztán utána beékelődött a hatalom, és innentől kezdve kiderült, hogy listákat készítettek róluk, úgyhogy mi magunk szanáltuk ezt az egészet, és csak személyesen szoktunk beszélni velük, mert oda aztán jönnek mások is, akik ugye érthető módon arra kíváncsiak, hogy kivel mit, és aztán nem tudni, hogy mi lesz esetleg velük, tehát vigyázni kell ezekre az emberekre. Adatot sosem szolgáltattunk, és nem is fogunk szolgáltatni ki pontosan ezért. Köztünk marad. Nagyon sok olyan bizonyítékunk van, egyrészt a kutatási eredményekből, a személyes tapasztalatokból, és az elemzések alapján, hogy el tudjuk nagy valószínűséggel dönteni, és pontossággal, hogy ki, aki valóban átélt egy eltérítést, vagy csak ki az, aki ugye rájátszik. Van ilyen volt például a hulladék típusú találkozásuk, talán emlékszünk rá. Ugye abban volt egy srác, akit idegenek eltérítettek, és hát ugye TV, rádió róla zengett, mi meg kiderítettük, hogy mi volt. Tényleg idegenek térítették el, egy szép asszony térített el otthonról, és a feleség hiába várt, őt eltérítették, és mindig másnap engedték szabadon. Tehát megy az eltérítés, gyakorlatilag, látom azért hullik időnként a papír 20 fillérét, igen, hát ez nem volt szép, tudom. De én általában nem szép dolgokról beszélek, azt mondják. Az ötödik típusú találkozás az már egy kommunikáció az idegenekkel. Ugye itt a híres lápentatón, amit ugye Kodály, ugye a kutatásokból és az egyéb tanulmányaikból aztán úgymond megállapított. Ez egy nagyon-nagyon fontos jelentőségű. Itt a rezgések igazán az, ami miatt ezek nagyon lényegesek, amivel az idegenek is ez a harmadik típusú találkozásukban egy ilyen hatalmas űrhajó ereszkedik, ott látszik le középen a bázisra, és itt alatta, na ott azok az eredetiek, akik nem a két mozog integet, hanem ott a két úr előtt van. Na, az egy eredeti, ezt csak elétették, ezt a két pasit, és kapott $2 millió kezdésnek, ugye, Spielberg, hogy hát ezt, ahogy próbálja meg mindenképpen e köré ezt a filmet elkészíteni, nos, el is készítette. És hát itt van a hatodik típusú találkozás, ahol halálos kimenetülő, itt Phil Schneiderről külön meg fogok emlékezni, hiszen ő egy nagyszerű ember volt, és a földön kívülőkkel harcolt szó szerint a Dulce bázison gyakorlatilag, és ott halt meg. Nem rögtön, az ujjait egy lézerszerű villanófénynek hívják, majd arról is fogok beszélni, és speciális sugárfegyverrel levágták a két ujját. A társa azonnal meghalt, ő még napokig élt, aztán így megfeketedett, úgyhogy ez az eredeti boncolási felvétele. Szerencsétlenül, de róla még fogok beszélni, visszajövök még akkor szívükkel is.
exponál. Gyakorlatilag a hetedik típusú találkozások, ugye ez már amikor szexuális kapcsolat jön létre, vagy nem feltétlen, hanem petesejtet vagy hímivarsejtet visznek el. Nagyon sok esetben számolnak be a szemtanúk, illetve akik érintettek, hogy egy hideg fém asztallapra tették, és mintákat vettek belőlük. Egyébként a hílházas pár azért izgalmas, mert ugye ők a 60-as években eltérítettek voltak, és az azt jelenti, hogy a orvostudomány addig nem ismerte a magzatvízbe lévő szurkot, tehát amikor már az embrió, gyakorlatilag inkább már magzat, belepiszkít a magzatvízbe, olyankor hamar meg kell indítani a szülést, hogy nehogy szepszis lépjen fel, akár az anyára veszélyes, akár a gyermekre. És ez a Hill házaspár elmondta, akkor éppen a Hillnek volt a felesége terhes, Margaret Hill, és a terhességnél ugye eltérítették, elvitték, fölvitték, és a műtőasztalon egy injekciós fecskendővel, meg injekciós tűvel vettek magzat vízből mintát. Na most egy takarító hölgy volt, úgyhogy igazán orvosilag nagy magasan képzett. Gyakorlatilag azért elmondta az orvosnak, hogy ez történt. Majd később kezdi az orvostudomány 60-as évek után, hogy magzat vízből vesznek mintát, hogy most szennyezette vagy nem, hogy megindítsák a szülést vagy sem. Tehát vannak élő például, arról nem beszélek, hogy a hátukon olyan csillagrendszer volt, hát ráégetve az így erős, de úgy kipirosodva, hogy csodálatos csillagász rendszer, azonnal mondta, hogy Plejádok csillagképéből való ez az ábra. Úgyhogy ennyire nincsenek, hogy ilyen mélységig szaladtunk bele, pontosan azt szeretném megmutatni, hogy senki ne higgye azt, hogy ez csak egy egyszerű, ilyen bugyuta gondolkodás, és az embereknek annyi idejük van, hogy kitalálnak ilyen maraságokat. Gyakorlatilag jobboldali képen viszont ott azt lehet látni, hogy az ő általuk létrehozott klónokat 3-5 hónap alatt felnövesztik ember méretűre. Tehát ebből is egyébként nyugodjunk meg, az amerikai és az orosz hadsereg gyártja, évente 100 ilyen klón gyárt, úgyhogy a technológia itt van, az idegenek is itt vannak, igen. Gyakorlatilag itt az egésznek csak a lényege, hogy egy nagyon különleges ilyen, mint a egy nylon zacskószerű anyag, egy burok, inkább úgy mondom, abban táplálják, majd rátöltik az agyra a különböző információhalmazt. Azt ugye beszéltünk régebben az amerikai hadseregben, hogy interfészeket raknak föl. Elon Muskról beszéltem, hogy ő már miket csinált. Ugye ez megvan, ugye? Megvan? Nem volt meggyőző, de jó. Én elfogadom. Gyakorlatilag idegen létformák a Földön. Na most nézzük meg, hogy a haditengerészet, akiket eddig, és az azt jelenti, hogy nem mindenütt van ott a haditengerészet, amiket és akiket eddig beazonosítottak, azok ezek. Egyébként 57 faj járja és rendszeresen látogatja a Földet. Paul Hélier, a kanadai volt védelmi miniszter, tábornoki rendfokozat is, de hadügyminiszter volt, gyakorlatilag ő 80 fajról beszél, de majd beszélünk az IMF-nek az egyik vezetőjéről, aki elmondja, hogy a háttérben milyen hatalmak vezetik a pénzügyi világot. Most nézzük meg a haditengerészet alapján. Egyes a kis szürkék, amit mondtam, egy kicsit ilyen robotok, félig robot, félig nem. Ezek a Zeta Reticuliből jönnek ide és járnak ide rendszeressége. Most már nem. Ki vannak tiltva? Körülbelül olyan 2005-2006 környékén nagyon-nagyon lecsökkent, sőt, már csak úgy lehet őket látni, amikor egy magas szőke vagy magas fehér ember idegennek a segítőjeként lehet látni, illetve lehet őket csak maximum találni, már önállóan nem. Egyébként ők nagyon sok eltérítést végeztek, és nagyon megkínozták az embereket. Tehát rengeteg beszámoló, és olyan, hogy a napokig reszkedtek az asztal alatt az emberek, annyira féltek. Tehát nem játék, ez egy nagyon komoly történet. Nézzük meg, hogy a másodikat a magas szürkékre, illetve a fehérekre, ők az Orion csillagképiek. Ugye, de ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy hát mi is, ugye a magyarság Orion, hú, Orion ős, így van. Csak melyik? Orion ABC vagy D? Mert hogy messziről olyan közel vannak, hogy abból a távolságból egyetlen egynek látszik. De ez nem ilyen egyszerű. Ugyanúgy, mint a Sirius ABCD, tehát ugyanígy.
Melyik? De melyikről? A-ról? B-ről? Innen eldöntjük, hogy mi a jó, vagy ki a jó. Mert megmondja, vagy előveszi a identity kártyáját, hogy én vagyok a Sirius B-ről jöttem, vagy C-ről. Hát ez így nem egyszerű. De azokat, akiket beazonosítottak, amikor az űrhajójuk visszatávozott a világűrbe, egy darabig tudták követni, vagy egy kontakt személyen keresztül kiderült, hogy ők honnan jöttek. Aztán harmadik, a gyík emberek, vagy a reptiliánok, most itt ne krokodilfejű emberekre gondoljunk. Jó, nem. Mindenképpen, ugye az egyiptomi kultúra az csodálatosan rögzíti ezeket, hogy például a hatoristennő, ugye tehénkének hívták, nem a méreteire gondoltak, hanem a feje alapján, óriási fülekkel, stb. De nagyon sok ilyen, ugye a különböző madárfejű istenségek, ugye, és sorolhatnám, de most csak itt azért, hogy valóban azok olyan fejűek voltak, tehát ilyen vegyes, keverék emberiség, vagy intelligens élet létezik az univerzumban, sokszor megijednénk. A csillagok háborújának azért az a része, amit majd az külön egy epizódját, egy képét meg fogok mutatni majd, hogy dömbenjünk meg bátran. Messze lesz még az, úgyhogy majd tartunk addig egy jó néhány szünetet. Gyakorlatilag az, már tudom, már tarthatnám is, de mindjárt, azért ezzel még itt végrágjuk magunkat, és akkor utána tartunk egy örkényi egy percet. Úgyhogy letelt, mehetünk tovább, és akkor... Igen. Tehát azok az úgynevezett, ezek az őshonos földlakók, ők itt éltek, élnek, és itt is vannak. Folyamatosan. Mindig jön a kérdés, hogy de én nem láttam a hősök terén. Tényleg. Ausztráliát láttad? Nem. Nincs is. Hülye elmélet, nem? Én nem láttam, tehát nincs. Nem tudok a fizikáról semmit, tehát nincs. Nincsenek törvények, fizikai törvények, semmi. Nem ismerem, tehát nincs. Ez egy nagyon, nagyon profi módon megközelíthető történet. Szkeptikusok előnyben, ugye? Mi a szkepticizmus egyébként a legkényelmesebb történet. Csak hátra kell dőlni, nem kell tanulni, csak csípőből tüzelni. Jó, hogy nem vizelni. Na, menjünk a ötödik, a Siriusiak, nem a sárkányok, hát ilyet átugrani, Istenem. A drakonidák, ugye, a sárkány csillagképből érkeznek, egyébként az nagyon szépen látszik az égboltunkon is, és csak egy adat, hogy 215 fényév. Tehát azt azért tudnunk kell, hogy amikor fölnézünk a csillagos égre, az a múlt. Ugyanis a fény, az a csillagot már rég kimúlt, de még itt felénk a fénysugár, fogy el onnan, de én itt még mindig látom, itt meg már nincs semmi. Tehát ez a múlt. Tehát nem biztos, hogy tetten érünk valamit, hogyha oldalról ránéznék, jé, ott a vége a fénynek, meg megy össze, mint mosásba ruha. Tehát a Siriusok a következők, ők a Sirius B-ről nevesítik annak a kontaktszemélyek, a kapcsolattartókat hívjuk, akit rendszeresen látogatnak. Nagyon sok ember kerül képbe, nagyon sok érdekes tudást kapnak meg, nagyon sok mindent átadnak egyébként. A jók idézőjelben, mert léteznek nagyon agresszívek, akik csak saját genetikai fejlesztésükön. Egyet a plejádaiak mindig jeleztek, hogy ők csupán csak 30 évvel vezetnek előttünk, mint emberiség fejlettségi szintje, már mint emberi test, de ők teljesen más, nem szénhidrogén alap, hanem az elektromágnesség alapjával dolgoznak, itt teljesen más. Úgy a fejlődés meg óriási hozzánk képest, de ők roppant szegények. Wendell Stevens volt az, majd róla is fogok beszélni, aki itt Magyarországon többször készítettem vele interjút, ő egy amerikai repülőmérnök volt, az amerikai légierőnek volt az egyik repülőmérnök, tervező mérnöke, aki bizony vette a fáradtságot, és találkozott a fiastyúk csillagképből, plejádokról érkezőkkel, és ott átadtak nekik egy olyan nagyon-nagyon különös írás halmazt, aminek az utolsó három egyenletét kihúzták. Mert hogy azt mondták, hogy még nem vagytok annyira fejlettek, amikor oda juttok, akkor ezt a hármat is beírjuk, és tudjátok használni és birtokolni azokat az energiákat, amiket mi használunk nagyon régóta. De hát ugye az előbb beszéltünk, hogy egy technikai szín mitől függ, hogy mekkora energia mennyiséget tud hasznosítani a bolygóján, a csillagán, a naprendszerében, és sorolhatnám. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Aztán a hatodik,
az Anunnakik, akik a Nibiru, na most a Nibiruról annyit kell mondanom, hogy ugye az egy változó pályaívű, egyébként a keresztezés bolygójának szokták mondani, mert ugye a naprendszer kvázi síkja, mert az is hülyeség, ez se így igaz, de mondjuk kvázi síkja középen a nap, és a körülbelül ilyen szögben jár kell a Nibiru. Na de az 3600 évente keresztez minket, a Tiamatot egyszer telibe is verte. Az, hogy irányítható, az ugye ezek az Anunnakik. Ugye? A múltkor azt mondta az egyik kisgyerek, hogy Anunnaki volt ott. De hát ők a nefilimek is. Mind a kettő egy. Ugyanis az egyik sémi nyelven van, az égből alászálltak. A másik pedig ugye a sumér nyelven rögzítették, ugye, hogy Anunnakik, illetve a nefilimek. Nos, ez a bolygó önmagában bolygó. Egy változó bázis változtatja a pályáját bármikor, önálló energetikával rendelkezik, hő és egyéb energiával bír, és arról nem beszélek, hogy pályamódosítása bármikor képes. Jelenleg úgy van, a jelenlegi tudásunk szerint 2097-98 környékén ér olyan távolságra, hogy onnan már ide lehet röpködni. Most is itt vannak. Az amerikai hadsereg panaszkodik is rájuk, mert hogy az Anunnakik egy rendkívül hisztis, nagy méretű, nagy magas lények, és ezek rendkívül, hogy mondjam, ilyen össze-vissza hangulatúak. Ha jó kedvük, nagyon jó fejek, ha nem, akkor hullik a katona mellettük, mint a pejva. Mert hogy simán lekaszabolják. Tehát egy nagyon, de együtt dolgoznak bázisokon, úgyhogy de azokról még beszélünk majd. A hetedik az a fiastyúk csillagkép, ugye hát a plejádaiakról beszéltem most egy kicsit már, ők nagyon emberbarát, nagyon sok mindenben segítenek, és gyakorlatilag ők tesznek lehetővé most is mindent. Ők voltak azok, akik a hüllőknek egy jó részét elüldözték, rengeteg eredeti felvételünk van az égi háborúkról, itt föld közelben, ahol tömegével lövik ki ezeket az idegen hüllőszerű lényeket. Aztán a nyolcadik, a északi reggeliek, nem reggeli, régiliek inkább így ejtik, az Orion csillagképből vannak, és ez a Rigel nevű csillag az, amiből érkeznek, ők is nagyon barátságosak, de a Földön is élnek nagyon sokan, tehát és akkor ugye most sorolhatnám a listát, de 9 szintén a Procyon csillagképből, vagy Procyon csillagképbeliek, gyakorlatilag ugyanilyen lények. A Tau Cetiek, azok az Epsilon Eridániról érkeznek, és egy nagyon izgalmas faj, nagyon segítőkész emberiség barát, inkább úgy mondom. Az andromédiaiak szintén a csillagképből, illetve ködből érkezők, aztán a télosziak, ők földlakók, ők itt is vannak, tehát ugyanígy itt élnek. Aztán a landbéliek, hát ugye ezt mondom se, hogy nem véletlen kapták a nevüket a land csillagképről, illetve a Siriusak, akik az áról érkeznek. Na, ezt itt aztán el lehet dönteni, hogy ki az emberbarátabb, mert a B-ről is, A-ról is, a B-beliek az igazi emberbarátok, ők nem igazán, ők csak ilyen világutazók, vagy űrutazók tulajdonképpen, is ide is rendszeresen ellátogatnak. Aztán az ummiták, akik az Umma bolygóról, ők ilyen halemberek, tehát ők a tengerekben élnek, de szó szerint úgy, mintha kopótyúval lélegeznének, egyébként a pápáknak a sisakja, a hal szája a fejükön, a halembereket a priesteknek hívták, gyakorlatilag ezeket szimbolizálja az a csákó, tehát segítők az emberiség szempontjából. Aztán az Arcturusiak szintén, ők a kapilla csillagképből, illetve rendszerből érkeznek, és az Alfa Centauriák, illetve Alfa Centauriról érkezők szintén, annak is a negyedik bolygója. És most újra mondom, hogy az amerikai haditengerészet adatairól beszéltem eddig. Tehát nem akármi bizonyíték. Tartsunk egy őrkény egy percet, aki még fönn van. Akkor haladjunk tovább. Csendes emésztés kívánok közben mindenkinek. Így tökéletes, igen. Nos, Roswellről szeretnék beszélni, amely azért izgalmas, mert ugye ezt az UFO kutatásnak az
valódi alapjának szokták tartani. Elcsépelt dolognak tűnik, de ilyen részleteiben szerintem sosem beszélnek róla, amit én most szeretnék igazán megmutatni, hogy mennyi találmány fűződik ehhez a roncshoz, ami ugye lezuhant Roswell városkába, és nézzük meg, hogy egyáltalán tulajdonképpen ez mi volt, és miért jelentős az emberiség történetébe, és aztán a végén majd beszélünk a legvége fele, hogy tulajdonképpen ez a Roswell-i incidens, ami nem egy volt, de kettő, hogy az tulajdonképpen honnan jöhettek az idegenek. Meg fogunk lepődni, megígérem. Most nézzük itt, amit látunk, megyünk mindjárt balról, az a UFO, ami ott látszik bele, fúródva a talajba. Hát tulajdonképpen ez 1947. július 2 és július 4. Most hogy tud egy űrhajó kétszer belecsapódni a földbe? Már úgy hiszem, két napon belül kétszer, vagy rossz a sofőr, vagy az, hogy két UFO-ról van szó, mert ugyanis az első után jöttek, keresték a másik kettőt. És ezért van az a probléma is, hogy mindig mondják, hogy jaj, hülyeségeket beszélnek, mert hogy kettő túlélő volt, de hogy négy meghaltak, hogy lehet kettő, amikor négyen voltak összesen. Tehát matek, marha egyszerű. Kétszer négy az ugye már nyolc, abból meghal ugye hat, és akkor maradt kettő élő, amiből egyet egy gyönyörű katona telibe veri, szitálvá lövi, és az egy megmarad, és az, aki megmaradt, na azzal történtek különös dolgok, ezekről szeretnék beszélni. Nos, itt láthatunk középen ezt az urat, ő Briz nevű úriember, aki egy farmer, akinek a területére zuhant le az űrhajó, és alatta pedig Jesse Marcel kapitány látható, illetve a tábornoka, aki miután bejelentették, és ott baloldalt alul az újságcikket lehet látni, de majd nagyba ki lesz vetítve, csak most így elő, hogy miről szeretnék beszélni. Gyakorlatilag itt az van, hogy először a nagy riadalomba kiszellőztették, hogy egy repülőcsészer zuhant le. Igen, ám a hadsereg közben rájött, hogy ez nem jó, mert akkor vannak idegenek, és akkor ebből nem lesz jó. Ezért letitkosították, majd ez a farmer, ugye, egy aránylag akkor egy elég nehéz helyzetben élő valaki volt, behívatták újra a stúdióba, és érdekes módon az addig ütött-kopott kocsi helyett egy vadonatú, gyönyörű autóval érkezett, aztán visszavonta a mondandókat, hogy ő csak rosszul látta, és ez egy időjárási ballon volt csak. Ott középen lehet látni ezt a alufóliás ballont, és hát jobb oldalt azért a roncsok között persze a hadsereg, és itt ez a Jesse Marcel kapitány, azért lesz izgalmas, majd beszélek róla, mert aznap ő ügyelt a White Patterson légibázison, és gyakorlatilag ott hatújú lénynek a tenyér lenyomata látszik, de hát itt sok minden lesz majd még, és itt pedig Santini, egy filmes ember, akit az egyik amerikai hadihajóról vittek el a csendes óceánról, aznap éjszaka, amikor boncolták, úgyhogy ez úgy nézett ki, hogyha egy helikopter leszállt, szépen, mikor aludt a század, vagy az ezred ott fönt a hajón, őt begyűrték, elvitték, a boncolás végig kellett filmezni, majd reggelre visszavitték, ez azt jelenti, hogy mikor mondta, hogy képzeljétek el, földön kívüliekkel találkoztam, a szárazföld, tehát hülye vagy, tengeren vagyunk most is. Tehát, hogy úgy nagyon ügyesen kitalálják, hogy ellehetetlenítsék azokat a szemtanúkat, vagy megfenyegessék, arról is fogunk majd beszélni, hogy ne beszéljenek, mert annyira nincs, hogy nem szabad róla beszélni. Nos, itt pedig az a kis földön kívül látszik, aki lezuhant. Nos, 75 évnél tartunk, 75 évvel ezelőtt történt ez a dolog, és hát valami ilyesmit kell elképzelni, ilyen körbe az ő mezőjén, vagy farmján, ilyen sziklák voltak. Egy nagy villámlás csapott bele. Aznap este olyan erősen esős és zivataros idő volt, és egy villámlás. Ugye hát azért ott több száz kiló volt, fölgyűlik, ott azért nincs, amivel ölever az ott zuhan, ezek is ugyanígy. Tehát magyarul azt a misztikumot kell eloszlatnom, hogy az UFO-k sem sérthetetlenek. Egy másik lénye a teremtőnek. Aki itt él, mi itt élünk, ők amott, és ugye soroltam néhányat csak az 57-ből, hogy tulajdonképpen ugyanolyan sérülékenyek a szerkezeteik. Na, az egy más kérdés, hogy technikai szinten azért nem itt állnak, ugye, hogy a Mercedes 3 héten belül elkezd rozsdásodni, de érthető, mert ugye azért kapja a mérnök most már a pénzt, hogy rozsdásodjon, ha nem rozsdásodik, ki van rúgva.
ez a természetes előregedés felgyorsítása, hogy minél több. De egyébként óvjuk a környezetünket, ja nem úgy csináljuk meg, hogy 100 000 évig jó legyen egy autó, nem, menjen tönkre 3 éven belül. De egyébként hülyék adóját fizettetik velünk, környezetvédelmi, meg ez a karbonszennyeződés, júj, ez nagyon veszélyes történet. Tehát mindenkit hülyének néznek. Hogy széndioksziddal tele lesz a légkör. Egy költői kérdésem van, és ne felejtsétek el feltenni azt a kérdést majd annak idején ilyen okoskának, hogy a növények mit lélegeznek be? Széndioxid, és mit fújnak ki? Jó reggelt kívánok! Azért vágják ki? Egyébként Nemere István nagyon jó barátom is, és hagyj plogizáljak tőle egy nagyon értelmes, izgalmas dolgot. Ugye ő is ufokutatással, meg hát ismeritek, egy nagyon neves író, és nagyon termékeny író mindenképpen. Gyakorlatilag azt mondta volt, hogy kutatások folynak, hogy létezik-e intelligens élet a Földön. Nagyon találó, és Istvánnak mondtam, hogy ahol csak tehetem, mindig foglak propagálni, mert ez zseniális, amit mondtál. Nos, nézzük tovább, tehát ez a speciális dolog arra késztette a hadsereget, hogy összeállítson egy Majestic 12 nevű, vagy Majestic legfőbb 12-t. Ezek katonák, biológusok, orvosok és titkosszolgálati szakemberek, ezek azért vannak, hogy mi ne tudjunk semmit. Ugyanis akkor hívták őket életre, 2-3 nappal utána, hogy megszellőztették, hogy léteznek idegenek. Itt vannak a lista, hogy kik vettek részt ebben a projektben. Ez csak kihalásos alapon működik, tehát onnan csak ki lehet halni, és helyére behoznak egyet. Ezek ma is dolgoznak, nem ilyen címen, árnyék kormány címen. Gyakorlatilag saját büdzsé, teljesen más elszámolás, semmi köze senkihez. Mindenek felett álló embereknek tartják őket, és ők döntik el, hogy amit láttunk, azt láttuk, vagy nem láttuk. Hát igen, van ilyen, igen. Nos, gyakorlatilag ők aztán elkezdték takarítani ezt az egész területet. Természetesen a kormányoknak a vezetői azok tudnak róla, hogy léteznek idegenek, nem is kicsit. Sőt, ez az Almirante Roscoe Hillenkotter admirális, az gyakorlatilag azt mondta, hogy nem vagyunk urai az egünknek. Az beszédes, ugyanis hát ő admirális a légierőnél. De akkor ki a góré? Hát az idegenek persze. De majd erre külön visszatérünk még, mert még izgalmasabbá válik a dolog. Tehát ők azért vannak, hogy mindent eltotkosítsanak, miközben létrehoznak különböző csoportokat, ilyen például a Forti Komité, vagyis a 40-ek tanácsa, aminek két vezetője, Henry Kissinger, aki még ma is él. Azért gondolkozzunk el, hogy vajon miért él, és mit kutat a Földön kívülieket, a technológiákat, a hosszú élettitkát, stb. És egyre fiatalodik egyébként, ha nézzük a képeket, nem öregszik, úgyhogy receptér nála lehet jelentkezni majd. A lényeg az, hogy ő és Zbigniew Brzezinski, ez egy lengyel származású, ő az amerikai külügyminiszter volt sokáig, hogy nem két csoportra osztik a Forti Komité, 2x20-ra, és az egyiknek a tagja volt Edvard von Teller. Hát lefordíthatjuk magyarra is, igen. Igen, Tellerede. Tehát nagyon is benne volt, és ő nagyon jól tudta. 1997. december 14 és 19 között talán emlékszünk, az volt az első nagyon hideg tél. Olyan, hogy 44 fokok voltak, és megfagytak az emberek a buszokba, úgyhogy mindenkit kimenekítettek, akit csak lehetett. Nem véletlenül, ugyanis egy kis bolygó tartott felénk, és telibe verte volna a földet, és akkor hozták New York-Budapest híd élő telefonos interjút létre, ugyanis Tellerede, hát nagyon jól tudta, hogy mi az, és az idegenek mentették meg a földet, ugyanis egy radiánt, egy fokot állítottak a nagy távolságnál, és itt az már több 10 000 kilométer, hanem 100 000 kilométerekkel odébb húzott el, és amiatt volt ez a nagyon hideg, mert akkor ugye felkavarta itt körülöttünk az étert, és így fogalmazott szó szerint, hogy újjá született a Föld, újra számíthatjuk az időszámításunkat.
És ő nagyon jól tudta, persze. Neki köszönhettük az idegeneknek, hogy megmentettek. No, menjünk azért tovább. Na, így néz ki, kaja után ez különösen jó lesz, szerintem. Úgyhogy ez a, kitakarhatjuk a részeket, de szerintem túléljük. Gyakorlatilag ezt a filmet úgy készítettem, mondtam, hogy elvitték ott, és nem engedtek semmit, viszont éles volt, ami, hát akkor még régen ezek a varió lencsék voltak, így át kellett fordítani, mint a torta nyomónál, hogy most milyen mintát nyomjon. Valahogy így néztek ki ezek a varió lencsék, úgy hívták, többféle felbontású volt, és amikor váltott, akkor életlen képek voltak, és azt mondta a hadsereg, hogy oké, akkor ezt vág meg még, és utána visszaviszünk ajódra. Na most ő megvágtad a kópiákat, zsebre tette, majd elővette 50 év után, és ha Thoror Aaron árulta, de hát végül is megszületett, és aztán ezek azért nem az éles képek, mert csak ezt tudta kilopni. De még így is azért úgy látjuk, hogy azért ez most vagy valaki, vagy megy valahova, ugye? No, nézzük csak tovább. Azt mondta, tehát 47. július 2. éjjele iszonyatos vihar, itt lehet látni egyszer csak egy repülő tárgyba belecsap a villám, és aztán a földbe csapódik. Aztán ugye ez a Brazel, ez a farmer, 2-3 napig ki sem ment a farmra, azt ment, és azt mondta, hogy az mi ez itt? És akkor össze azt hitte, hogy a légierőnek valamilyen gépe zuhant le, tehát addig ő tök naív volt, de amikor odament, azért furcsa volt, hogy nem így szoktak kinézni a légierő gépei, de azért beszólt a parancsnokságra, és akkor volt ez a Jesse Mantel őrnagy, a bázison a parancsnok aznap ő ügyelt. Na most ugye kiment, és hát megdöbbenésért kiment ezzel a farmerra, megdöbbenéssel tapasztalta, jobbulást kívánok, és köszönöm a visszaigazolást. Ez így volt, tényleg. Hiteles a dolog, hiteles, csak devizában az a baj. Na mindegy, a viccet félretéve, tehát gyakorlatilag pontosan arról szól a dal, hogy ezt annyira le kellett csekkolniuk, hogy mi történt itt, és szépen kiment, és hát dűtött a zsebibe is egy pár dolgot, nagy szerencsére, és aztán utána értesítette a parancsnokságot, hogy itt valami másról van szó, kijöttek, akkor mérték fel, és akkor jöttek rá, hogy ho-ho, itt baj van, ezek földön kívüliek, nem jó, nem tudhatja a lakosság. És onnantól kezdve egy más mederbe került, akkor hozták létre a Majestic 12-t, tehát ezt a titkos árnyékkormányt, aki eltüntet minden nyomokat, UFO-kat összeszedi, roncsokat, darabokat. Itt éppen azt látjuk, hogy kivezényelték a hadsereget. Természetesen létezik az amerikaiak között egy speciális ilyen alakulat, ahol mindenféle jelzés nélküli. Egyébként ezek a fekete ruhások is, fekete öltönybe járnak ki, megfenyegetni adott esetben, de a sziklás egységnél is ők uralják, ott vigyáznak a földön kívüliek különböző bázisokon lévő területére, és hát az az igazság, hogy ott természetesen ezek a katonák, ezek nem árulnak el semmit, nagyon meg vannak fizetve, de gyakorlatilag nem is szabad emberek, tehát ezek jó része földön kívüli, tehát zárójelben jegyzem meg, megnyugtatásképpen. Na itt van egy kis, ez eredeti mozgófilmről van, csak most egy képkockát tettem itt be, de majd lesz mozgó rész is, mozgófilm. A lényeg az, hogy egy hatalmas koponyával bírók ezek a kis szürkék, ezek úgy mondom, hogy megkonstruáltak, vagy megtervezett lények, testüknek 40%-a műanyag, a többi az a bio, tehát úgy, mint nekünk is, sejtes, és gyakorlatilag a szemük az egy rendkívül különlegesen fejlett, ugyanúgy, mint a hüllőknél, mert hogy ilyen hüllő kategória, mint a kígyó, itt most egy egeret elengednénk, lehet, hogy hamar üres lenne a terem, de nem ebből az aspektusból kívánom megközelíteni, hanem abból, hogy mi nem látnánk, ha lekapcsolnánk a villanyt, viszont a kígyó az gyönyörűen látja a hőképet, hogy merre megy az egér. Na most a boncolás során, amikor ezeket a tetemeket boncolták, akkor egy nagyon érdekes, ilyen elasztikus, műanyagszerű, ilyen 3 mm vastag körüli filmréteget vettek le a szemükről, az a kozmikus utazásokhoz szükséges. Mert hogy a különböző UV és egyéb ne ártson a szemüknek, és amellett a szem mögött létezik egy ilyen hatalmas, labdaszerű valami, tehát a szeme mögött, belülről, tehát a boncolás alapján láttuk és tudjuk, hogy azzal pedig hőképeket lát, mint a hüllők. Tehát ő neki nem gond, hogy látja, hogy hol szaladgál adott esetben az egér,
Az más kérdés, hogy nem fogja őt keresgélni, de látja. És ez szintén nagyon fontos. Nagyon sok olyan eltérítésről tudunk, ahol a beteg valami baja van, és ránéz, ugye a gyulladás, a betegség ott valami gyulladás a nevében, benne van, hő termelődik a sejteknél, és gyönyörűen lehet látni, ő ránéz, és azonnal látja, tudja, hogy mi. Például én egy kutatást végeztem Lenn, mindjárt mondom, Szombathely mellett Sárvárnál, Sárváron egy, hát ezt még talán ismered is a helyszínt, ott egy akkora UFO invázió volt a sárvári iszapos ilyen részbe, mint a Hold, akkora űrhajó ment bele, aztán másnap ment ki. A kutyák azok ezerrel rettegtek, nyűszítettek, minden bajuk volt, a redönyök remegtek. Miért? Antigravitációs dolgok lépnek elő. Tehát a tárgyak megemelkedtek. Igen, hogyne. Gyakorlatilag ez mind a kísérő tünete. Azt arról nem is beszélek, hogy a lakásokban, hogy ott még zajlottak, és hát így jutottam el én. Annak idején ez egy tanárnő, egy történelem tanárnő, Lellike, hát ennyit elmondok, ez így kevés úgyis. És a húga, vagy nővére volt, azt most már nem tudom, annak meldaganata volt szegénynek. És hát tüszös mandula gyulladása is volt, tehát ugye ha baj van, akkor gyűjtögessük a dolgokat. És hát ugye este elmentek az orvoshoz, hogy annyira be van gyulladva, hát azt mondta, vegacilint fölírt neki, az ilyen régen ugye, mint a hadseregben tudjuk, hogy kétféle gyógyszer van. Test fölfele, az algopirin, lefele demalgon, azt jó van. Ezt ettől gyógyul a katona. A lényeg az, hogy itt is gyakorlatilag azt mondta, hogy vegacilint szedje, 6 hétig, aztán kiveszik a manduláját. Aztán, hogy telt a másnap, illetve az éjszaka, a lakásba elkezdtek, mint a gömbvilámok pattogni. Mutatták a kulcsot, filmre vettem az egészet. A kulcs az ilyen cseppként volt lecsöppenve. Tehát nekültődött ez a kis gömbvilám, és egyéb. A kutyák azok ki sem mertek jönni az olból, és hát ugye a lakosság nagyon megijedt. Tehát azért is hívtak, hogy nyugtassam meg, nem tudtam őket, csak annyit, hogy előbb szabadultok, hagyjátok magatokat, de más jó tanácsa nem tudtam ellátni, de az még a hőskor volt, ez a 93 környéke, 1993. Na és a lakásban volt egy döbbenet, hogy ez a hölgy, a Nellikének a, most vagy húga, vagy nővére, maradjunk annyira, hogy nővérének kinevezem ünnepélyesebb, bár nem örülne szegényben, nem hiszem, hogy már él. A lényeg az, hogy az éjszaka folyamán furcsa álmai voltak, majd felkelt reggel, és olyan kánforsz valamiszerű szagot érzett a szájába. És mondta Nellik, hogy nézd meg, azt mondja, olyan furcsa. És belenézett, és nem volt mandulája. Ki volt, és lézer el volt varva szépen, és kiderült, hogy a meldaganat is elmúlt. Na most egy idegennek ez nem gond, még akkor is a robot, hát miért van, mesterséges intelligencia ugyanezt csinálja mai napig is, illetve mostanság már, és ránéztek, látta, hogy ott is gond van, ott is kezelték, és teljesen rendbe hozták, úgyhogy teljesen meggyógyult. Igen, ám csak kapott egy ilyen extra töltést, ami azt jelentette, hogy szólt a Nellinek, hogy hoz, másnap természetesen, hoz nekem, légy szíves, egy hegedűt. Olyan messze vagy a hegedűtől, mint Makó Jeruzsálem. Hozzál hegedűt. Hát szomszéd valahol volt, megkérték. Olyan gyönyörű zenéket kezdett, úgy, hogy életében először volt kezébe hegedű, kazettákon megvan, fölvették, ilyen, úgy neveztük, hogy szférikus zene, szférák zené, valami csodálatos, és 3-4 napig hegedült, éjjel-nappal, utána azt mondta, hogy most hozz ecsetet meg festéket. Aztán újabb bogara van. Aztán tényleg hozott neki, és utána jött még izgalmasabb a lakást, körülbelül így, ilyen magasan, és a talajtól ilyen 30 cent, tehát egy ilyen sávba, olyan csodálatosan végigfestette, de ugye volt az ajtó, úgy is festette az ajtó, be kellett csukni, hogy ő folytassa a kör, mint a feszti körkép, csak ez a sárvári körkép volt, gyakorlatilag végigfestett az egész házat, mind szobáról szobára, valami döbbenetes volt. Kész volt, utána minden tehetség elmúlt. Annyi volt még, hogy kapott egy impulzust, ami azt jelenti, hogy lefestette azt a földön kívülit, akit ott meg is látott maga előtt a lakásban. Hát ilyen erősen boxos volt, tehát ilyen mondjuk fény kapott hívásnál, tehát ilyen sötétebb bőrű volt, és egy kis alacsony, ilyen 120-130 körüli, nem évre mondtam, úgy sokkal öregebb,
ez egy magasságra, tehát döbbenetes volt, és utána ez a tehetsége úgy, ahogy jött, úgy el is ment. Úgyhogy nagyon sok érdekes dolog volt. Na most az orvoshoz elvitték, az meg ugye belenézett, az leesett olyan a székről, mert hogy 6 hét múlva lehetett volna gyulladást lehúzva, majd műtétek ünne, csak mit csináltak éjszaka? Az büntetendő, hogy megműtik magukat? Édes Istenem. Hát otthon mindenkinek lézer van a zsebében, ugye? Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy tehát ez egy véresen komoly történet, abban a tekintetben is, hogy tehát azt akartam ezzel megcsillantani élő gyakorlati tapasztalattal, hogy igenis ők látják a gyulladást, tehát tudnak gyógyítani, neki nem egy nagy gond. Például, amikor kint voltam Svédországban, ott az idegenek, például Sten Lindgren, ő volt a helyi televíziónak a vezetője, ővele készítettünk egy interjút, és ő elmesélte, hogy, és Stockholmban volt természetesen, ő elmesélte azt, hogy be is hívta azt az urat, akinek a keze eltört előző nap. És hát ugye ült a kocsiba, és jobb kézzel vezetett, ugye jobb kézzel váltott, ugye nagy szabálytalan, de hát csak csinálta, és egy űrhajó az országútra elé, ilyen kúb formájú, és itt középen, mint az Eiffel-torony, olyasmit képzeljünk el, csak ugye ez palást a felületekkel volt. És a következő történt, hogy meglátták, hogy a keze be van gipszelve. És egy zöld lézerrel rálőttek. Ez úgy kiugrott a kocsiból, ahogy csak létezett. Szerintem sokan követtük volna. Erre szoktuk mondani, hogy betermeli az éves fahiányt apró pöttyökkel pöttyöktetve, de nem csoda, hát nem, azért gondoljuk bele. Eleve megijedt, aztán azoktól a lényektől, és aztán utána másnap mondta, hogy úgy viszked minden a vizé alatt, és mondta, hogy ő szerinte elmozdult, úgyhogy addig nyavajgott, még megröngenezték, és teljesen össze volt varva a csont. Tehát azért döbbenetes dolgok történnek, de így lehet igazán a gyakorlatban. És hát aztán Stanley Ingrandék, ők egyébként döbbenetesen profi dolgokat műveltek, ők rendszeresen kapcsolatba léptek. Svédországban 284 ezer földön kívüli dolgozik, mai napig is. Akkor elmesélték nekem, hogy a 94-et írunk, 94-95 tavasza, és elmondták, hogy azért vannak itt, hogy az atom leszerelés megtörténjen, és akkor volt pont a perestroika, és ugye, mert hogy pont akkor kellett ugye az atomokat megsemmisíteni, és oda-vissza meghívták egymást, ugye Gorbacsov, meg ugye Ronald Reagan is, hogy gyere, nézd még, ezt akartuk rád lőni. Na jó, gyere vissza, azt meg mi akartuk rátok lőni, úgyhogy kölcsönösen leszerelték, de én akkor nem hittem, én mondtam nekik, hogy ez nem fog menni. Aztán ugye továbbra is atommal fegyverkezik az emberiség, csak úgy elmondanám, hogy az atomnak az 1/10 elég bőven, hogy 600-szor szétrobbantsuk a Földünket molekula szintre. Ezen el kell gondolkozni. De ugyanúgy a fegyverkezésnél mindig szoktam mondani, és itt is most megint mondom, hogy ha csak a 10%-át a fegyverkezésnek abba hagynánk, ma nem lenne éhező, minden, az egész világ gazdagon, boldogan és vidáman élne. Csak van, amit a Miklós is említett, a harácsék, ugye, akiknek semmi sem elég, de nem tudom, hogy hova dugják a pénzt. Vannak elképzeléseim, de szorulást okozhat. No, tehát gyakorlatilag menjünk tovább. Tehát a katonai hírszerzés aztán ugye Philip G. Corso ezredesnek adta ki a földön kívüli űrhajó roncsaiban talált dolgokat. És az a lényeg, ugye, hogy ezt elvitték egyáltalán a különböző 51-es körzet, de nagyon sok van, Groomland, Dreamland-től, a Sziklás-hegységig, Arizona különböző területei, a Dolce Vázis, és hát rengeteg, 51-es, 53-as, S4-es, S5-ös, csak úgy néhányat így hirtelen felindulásból, tehát rengeteg van, ahol földön kívüli űrhajókat tárolnak, földön kívüliek bázisa. Csak Új-Mexikóban, ez a 80-as években már igaz volt, a új-mexikói területen 74 föld alatti bázis van, ez a DUMB, ez a rövidítés, a Deep Underground Military Base, tehát mély föld alatti bázis, 900 meg 1 kilométer mély. Tehát oda lefúrnak, rafináltak, az akkori technológia csak 900-800 méterig tudott lelőni bele a földbe. Utazás a föld középpontja, emlékszünk talán a filmben, ez nem egyszerű ott égetni maga előtt a talaj, de többre nem vagyunk képesek.
ők még lementek még egy jó 500 métert, és ott kényelmesen tanyáznak. Tehát tudják az idegenek a gyengeinket sajnos nagyon is jól. Nos, hát gyakorlatilag erre a bázisra elszállították. Itt van egy ilyen stilizált, tehát ez most nem eredeti, de körülbelül tehát hiányoztak darabok belőle. Nem értették, hogy mi a fenéért szakadt ki belőle ez a darab, ugyanis aztán ki a széthulló darabok között ugye találtak nagyon érdekes anyagokat, amiről majd később fogok beszélni, és ugye így néz ki egy meteorológiai balon, ugye? Igen, hát igen. A hársegy már bezárt, de valószínű, hogy akik ott ezt úgy látják, hogy így néz ki egy időjárási balon, azok onnan szabadultak. Tehát ez egy eltitkolás, tehát egy hazugság erdő, amit csinálnak. Itt egy idegennek ez egy viasz, mert csak rekonstruálni tudják, hát nem adják oda. Tehát Magyarországon egyébként itt őriznek egy kis földön kívül, itt azt ugye tudjuk, ugye? Ha hogy, hát a tévé nem mondta be. Nem írta a fókusát. Azt se írtam? Akkor itthon vagyunk, jó van, akkor hazajutunk. A következő, akkor arról majd valaki szóljon, jegyezze meg, jó, mert most nem arról akarok, de azért csak mint érdekességet azért szeretném, mert én beszéltem valakikkel, akik ott voltak, ahol ott kellett lenni annak idején. Na, én is tudok aztán rébuszokba beszélni, de nekik nem akarok kellemetlenséget. Nekik nem akarok, tehát engem nem érdekel a magam részéről, csak őket nem akarom bajba keríteni, bár most már elég öreg, akivel beszéltem. No, gyakorlatilag ezt rekonstruáltan próbálták a helyszínen lévők, és majd mindjárt mutatok egy hölgyet is, aki több mindenben részt vett. Itt lehet látni az a pötty, ahol a razvei szerencsétlenség helyszíne. Igen, ám csak Razverről tudnunk kellene valamit. Egyrészt az 50-es körzethez nagyon közel van, és az atomfegyverkezés központja. Ugyanis azt nem szeretik mondani, hogy az atomrobbantás az nem csak itt végzetes, hanem az univerzumban elektromágneses sugárzás ívet húz, és gyakorlatilag megváltoztatja a féregjáratokat. Na ezért nem engedik a fiúk, hogy itt atomokat robbantgassunk. Nem jó szemmel nézték, de azt ugye látjuk, hogy azért úgy lecsendesedett ez a vita. Most itt megy ez a játék, hogy majd Putyin bedobja meg így, de hogy dobja be, szigorúan tilos, hát le vannak tiltva. Angliában egyébként a 80-as évek vége fele gyakorlatilag egy katonai bázisnak a silói tele voltak atomrakétákkal. És a katonák jelentették, hogy egy különös repülőtárgy úszott hangtalanul a levegőbe, végigvonult, és akkor nem történt semmi. Majd másnap a következő őrség is mondta, hogy megint végigjött, csak azzal a különbsége, hogy a silók fölött végig egy zöld ilyen lézerszerű csíkot végighúzott, azt elszállt. Közben pánikbe esett az egész elhárítás, rakétaelhárítás, mindent szétégettek, összes elektronikát, úgyhogy mindenre jó volt, csak rakéta repülni nem tudott. Úgyhogy mindent likvidáltak szó szerint, úgyhogy, és ez atomtöltettel teli volt. Úgyhogy nem engedik, emiatt ne idegeskedjünk. Ha találkozunk velük a sarkon, nem mondom azért, liberó jó, ha van, de úgy alapvetően azért emiatt az atomháború miatt nem kell izgulni, mert nem engedélyezik. Tehát ez egy felsőbb rendszer van, úgyhogy nyugodjunk meg. Maguk miatt, ja nem miattunk, amiatt meg megint nem kell idegeskedni, mert az emberiséget azt kimentették már három helyre. A Marsra, a Holdra és a Vénuszra. Ez az a bizonyos 144 ezer, akiről azt hisszük mindig ezoterikus fejjel, hogy annyi ember kell, hogy imádkozom, vagy óm, vagy egyéb, oké, kritikus tömeg, igen. De ennyit vittek el. Nagyon sok embert. Reggel elment dolgozni, és többet nem jött haza. Begyűjtötték, ez a 144 ezer durván egy olyan metszetét adja az emberiségnek, ami fajra, nemre, korra, szakmára, mindenre lebontva egy teljes önálló életet tud kezdeni egy új betelepített bolygón. És ezek megtörténtek. Ugye most már láthatjuk, hogy kezdenek beszélgetni a Vénuszról, kezdenek beszélgetni a Marsról, hogy
Ja, hogy ott olyan emberek meg lényeket látunk. Hát nem véletlenül, csak rafinátul csinálták, azért sivatagnak néz ki, mert kivették a kék szűrőt belőle. És ettől kezdve minden vöröses, sárgás. De visszatettük mi meg a blurral a kék szűrőt, és gyönyörű, olyan, mint itt a földön, mikor nyáron Balatonon vagyunk, gyönyörű tavak vannak, erdők vannak, mint a Holdon is. Ezek a felvételek, talán itt benne lesz a Hold felvételek is, majd mutatom, és rendes lélegezhető légkör van. Majd a Holdról mutatom, hogy ott lények sétálnak, eredeti Apollo űrhajóval felvett felvételeket fogok mutatni. Nos, gyakorlatilag Jesse Marsden kapitány itt látszik, az, aki itt jobbról, és ez a Roger Ramsey tábornok, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy ez időjárási ballon volt. És akkor Jesse Marsden mondta, hogy hát ez a hely, hogy jó, hát ez volt, és akkor visszavontak mindent, de szerencsére a fia az megőrizte, mert a fiának megmutatta. Csak egy érdekesség, hogy egy darabot, ilyen kis fémlemez, ilyen hajlékony, elasztikus az egész, gyakorlatilag fúrógép alá betették, fúrták, és a fúró kettétől nem tudták átfúrni. Ugyanakkor késsel fogta, így megvágta, a vágási felett látszott, majd visszafele visszabegyógyult, azaz, hogy emlékező anyag. A 68-as évek, 68-69 környékén kezdték az emlékező anyagokat itt mi nálunk. Milyen véletlen. Milyen véletlen. Akkor jutott el oda, hogy az emlékező műanyag mit jelent az. Képzeljünk el egy mondjuk egy vonalzót, mondjuk egy ilyen hosszabbat, hogyha két kőre közé ráteszem, ha megyek ezen az oldalán, akkor besüllyed. Ha megfordítom, nem tud besüllyedni. Tehát nem törik el, abszolút. Ezeket az anyagokat, de még arról külön beszélek, mert izgalmas. Aztán arról nem is beszélek, hogy 47-be zuhan le. 47-ig az emberiség a germánium vagy szénalapú szennyezést ismert az elektronikában. Ami azt jelenti, hogy milyenek voltak a germánium erősítők. Hát mi csak ugye egyik szakmám többek között az is, hogy csak úgy hívtuk, hogy gyengítők. Tehát olyan erősítő, hogy gyengít. Tehát belekiabálok, és halkan hallani lehet. Az erősítenek az a szerepe, hogy halkan beszélek és üvöltve, mint most például lehet hangosabban hallani. Na most ezek óriási méretűek voltak, nyugodtan tojást lehetett sütni rajta, mert olyan hő termelődött rajtuk, rendkívül zajosak voltak, és pici erősítés, egyhez vagy egy a kettőhöz tudott maximum erősíteni. De akkor a zajszinten, hogy a zúgástól nem lehetett érteni az erősítőt. És erre 47-ig ez van, majd hirtelen megjelenik a szilícium szennyezés. Milyen érdekes, az űrhajóból kiveszik, de poén nem akarom meg előni, mert mutatni fogom. Tehát egy óriási fordulat lett, a mai korszerű technológia az már ezeken alapul, a csippektől kezdve mind, de megyek tovább. Na most ugye itt volt az, na most itt alul lehet látni azt a képet, az körülbelül jobban mutatja azt, hogy egy időjárás ballonnal 150-200 méter hosszúságban, 10 méter szélességben, 8 méter mélyen belevájta magát az alufólia. Hát ilyenkor szoktam kérdezni mindig azoktól a szkeptikusoktól, hogy te profilból vagyok, ilyen hülye vagy szemből. Mert akkor máshogy tartom a fejemet, hogyha ez neked gond. Tehát amikor, ha valaki alufóliából, ez a normál háztartási alufóliát idehoz, amit egyébként nem lehet átfúrni, nem lehet elvágni, egy villám, egy hatalmas kisülés, az eredményezhet ilyen balesetet, az érthető. Ugye ő is visszalépett, aztán nem volt nála semmi, meg itt nézzük egy gyönyörű szép időjárás ballon, tehát ez passz, tehát no comment. Ugye azért tettem mellé ugyanezt a képet. 6-8 méter és 600 méter hosszan végig szántotta. Az érdekes lehet. Mondtam, hogy ilyet hoztok azért, azt örömmel, már nem nektek, hanem a katonáknak, akik próbálnak néha józanul beszélni, néha meg hülyeségeket. Ugye megjelent az újságban, amit mondtam, ott látható az eredeti fotó, a jobb oldali alsó, ott egy kis földön kívüli hever, egy tetem, és még valahol kell lenni ott egy élőlénynek, szintén, aki mozog. Na most, ugye ez lezuhan július 2-a. Július 4-e micsoda? Thomas Jefferson, ugye, a híres emlékművében, ugye, ott érdemes megnézni, a szabadkövesség, ott van vég egy hatalmas márványtáblán, ott szó szerint, hogy az idegen lények ott van rajta a szövegbe, bele van vésve, tehát hamar nem lehet kiradírozni,
és ott van 13 ágyülövés, ugye az a szabadkülönbség 13-as fokozata, ugye a mesterfokozat, három is mester, 13, és a 33 nagy mesterek. Gyakorlatilag ott ugyanerről a kinyilatkoztatás napján, a július 4-e, ugye ez a 13 ágyülövéssel, szabadkövés rituálé, ugye, de ott van, hogy egy idegen entitásnak a jelenlétére is hozták létre ezt a külön belevésetet, és ott lehet látni, bele szoktam rakni, most itt nincs benne, kvázi döbbenetes dolgok vannak ott egyébként azon a kövőnél, a márványtáblán. Aztán a technika, amiről kezdtem beszélni, most nézzük meg, hogy a roncsból milyen technológiát nem is annyira, inkább technikát vettünk át. Méghozzá nem is akár. Ez az FG Korzó ezredes a következőt mondta, hogy az összegyűjtött darabokat ugye beszállították, az idegen lényeket boncolták, filmre vették, találtak, és ez az, amit ő eltulajdonított, hála Istennek, ez a néhány darabot a lemezből is, meg ebből a merevítőből is tulajdonképpen, ami nagyon érdekes felirat, majd mindjárt fogjuk látni, mert hogy ezt megpróbálták megfejteni, és nézzük csak meg, itt van a görög, idegen görög írás, illetve ennek az írásnak a modern írása közötti kapcsolatot, és nézzük meg, ugye a razveli rész fölül látható, alatt a görög nyelvben, és itt pedig ugyanez az angolban a freedomnak felel meg, tehát megegyezik a razveli felső rész, tehát ez az a felirat, a görög alatta lévővel, szinte meg. De hát nem véletlenül, mert ugye most ugye ugranunk kellene megint a híres Guy Stonehoz, ugye, amit hála Istennek felrobbantottak és összetörték dív darabokra, hát ott négy holt nyelven van kiírva, köztük a ógörög. Szanszkrit, a babiloni és a tibeti. Ott van fönn. Volt, hála Istennek. Nos, tehát gyakorlatilag megfejtették. Nagyon érdekes, hogy ez a Robert Ridge, ez évek múlva járt arra még a helyszínen, ugye ott azért ilyen emléktáblák vannak, meg egyebek, és ő ott kutatgatott, és talált ezt a kis követ találta, ami nagyon érdekes, mert mágneses tulajdonságokkal bír. Az űrhajónak valamilyen darabja, de még izgalmasabbá válik, ugyanis ott a sziklák mágnesesek. Tehát az is érdekes. Most itt ez, ami a razveri sziklaként emelték, illetve nevezték el, és itt láthatok kezibe, és nézzük meg, hogy 96. augusztus 2-án a gabonakörön is leközölték. Tehát ez valószínű, hogy a holt ciklusának valamilyen különös holt ciklus, Roswell, lezuhant földön kívül, lehet, hogy a holdról jöttek? Igen. Mert nem akarták, hogy atomrobbantások, hiszen az egy kísérleti teleport. Ugye, gyakorlatilag ez a kis ábra, ez ugye frekvenciákkal, rezgésekkel hozzák létre, ezt tonoszkópiának hívjuk, az idegeneknek ugye ezek a berendezéseik sokkal fejlettebbek, a gabonaköröket el tudnak hallítani különböző formába. A tonoszkópia egy nagyon különös terület. Az az előadás, ami most dolgozom, azt majd azt javaslom, döbbenetes, egy idegen, földön kívüli technológiát próbálok bemutatni, a szent geometrián keresztül, ez most kicsit eltávolodunk, de mégsem, mert ezt is az idegenek ugyanígy itt hagyták nekünk. A gabonaköröktől kezdve különböző területeken ezeket a rezgéseket keltik, megmutatják a DNS-nek a rezgéseit, tehát hogy mivel gyógyítsuk magunkat, és sorolhatnám, tehát ezért hívják szent geometria, mert a szentek, vagyis az égiek, őket nevezik szenteknek, tőlük származó technológia. És ami ebben izgalmasabb, ugye, hogy ezek a rezgések speciális hangfrekvenciákra lépnek életbe, ha például két hangvillát teszünk egymás mellé, és megütjük az egyiket, a rezgés átterjed, a másik is ugyanúgy kezd rezegni. Ugye egri csillagok, jobbulást kívánok, az egri csillagokban például gyakorlatilag ott van, amikor hátul be akarnak jönni, ugye emlékszünk arra részre, a törökök, és a dobra rátettek bors szemcséket, hangvilla, egyik rezeg, lépésekre elkezd felerősödni a dobon, pattogni kezd a lépésnek a ütemére gyakorlatilag a borszem. És akkor ezt nagyon sok kultúrában használják, ismerik,
ilyen jósok bekapcsolódnak a földön kívüli világba címmel, sámánok például, doppergés, stb. Egy ilyen kataleptikus állapotba kerülnek, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy bizonyos frekvenciákra, bizonyos ábrák rajzolódnak ki. És ugye most ugrunk Roslin kápolna Skócia hirtelen, imádok ugrálni, azt ugye tudjuk, hogy nem baj, még mindig nem baj. Nem baj, jó. Gyakorlatilag ott kőbe van vésve az összes rezgés, az összes 241 frekvencia van belevésve. De hogy lehet egy frekvenciát? Hát ugye számszakilag, nem csak. Ábrailag. Ahol a magyar korona, amit Miklós említett, a fény magjele, szimbóluma, kereszt, az egy östen, ugyanúgy megvan, ugyanúgy lehet látni, kirajzolódik csodálatosan. Egy lap kell hozzá csak, úgy, mint például itt, van egy fogója, fölöl csavar, és az oldalán megfogják is a hegedű vonót, és lisztet rászólnak például, vagy nagyon finom szemcsizetű porocskát, szépen, ahogy rezgésnek megfelelően, állandóan változik az ábra, ami azért érdekes, mert ugye innen származik a hókusz-pókusz mondás, hogy abrakadabra, nem, ábrakadabra. És a rezgés kirajzolja. A rezgés ábrákat rajzol a dobra, annak a frekvenciának megfelelően, amivel rezegtetik. De hát most megint elkanyarodtam, úgyhogy visszakanyarodok. Ez a Charles Boltoni híres jelábra, ahol egyébként az valamelyikötök hozott egy képet, gyakorlatilag ott a földön kívülek üzentek. Ja, elaludt? Ki akar kapcsolni? Jó. Engem is? Ja nem, jó. Még úgy tudtam, hogy távirányítóval nem működök, de jó. Sose tudni. Gyakorlatilag ez a szimbólum, na most ezt a szimbólumot a görög kultúrában is megtaláljuk. Ott például a híres antikütériai lelet, hallottunk róla, ugye? Nem volt egységes, de jó. Röviden, egy atomháborúnak a maradványa Görögországban, az atomháborúnak az emlékére, az ősi, hogy az emberiség olimpiákon vívja meg a harcát, ne ilyen halálos robbantásokkal. De hirtelen ugorjunk Indiába, ugye, Mohenjo-daro például, mai napig is 50-szerese a Hiroshima és Nagasaki-nak a sugárzása. Mai napig is, 12 000 évvel ezelőtt. Herb Oberth úgy fogalmazott, ugye a rakéta, hogy ezt már egyszer megcsináltuk, amikor rádobták Nagasaki-ra és Hiroshima-ra az atomot, és ezt már egyszer megcsináltuk, csak 12 000 évvel. Megcsináltuk a Marson. Mit gondolunk, hogy miért kellett a Mars járónak oda fölmenni? Vettek mintát a Xenon 293-as, az csak mesterséges atomrobbantástól jelentkező adalékanyag, vagy járulékos anyag, az csak úgy magától nem. És a hullám, hogy végsöpört, a mai napig is a Marson ott van. Ja, nem beszélnek róla, de oda küldik fel. A holdjárókat hova küldik fel? Nem véletlen. No, csak elkanyarodtam. Megpróbálok vissza. Tehát a bejegyzett szabadalmak ugyanis az volt ennek a tábornoknak a felvetése, hogy a tudósokat vonják be egyesével, senki nem tudhat senkiről, egyesével, és bízzák meg egy részdarab, nem rész, hanem részdarab, ami gyakorlatilag arról szól, hogy találtak egy olyat, mint a csíp, csak azt ma tudjuk, hogy csíp, akkor nem tudták. Te fejtsd meg, hogy mi ez, és azt hazudták nekik, hogy az oroszoknak egy fejlett technológia, meg kell fejteni, és ha megfejted, bejelölheted, illetve leszabadalmaztathatod a nevedre, minket ez nem érdekel, persze, földön kívüli technológia. Igen, és akkor így ennek megfelelően a tudósok ráálltak sok mindenre. És akkor itt nézzük meg, hogy ez az élenlátó technológia, gyakorlatilag innen kaptuk ezt a technológiát, bocsánat, fejtettük meg, és aztán az emberiség hasznára fordítottuk, hát az a baj, hogy katonai hasznára. De hát itt már egy nagyon korszerű baloldal, egy nagyon korszerű fejpánt, ami már, ugye a jobb oldali az még a pókszemek, ugye lehet látni, ez a 8 szemű valaki, de gyönyörűen lehetett látni. Aztán a tépőzár innen származik, ugyanis boncolni akarták a kis egyedet, és nem, egyszerűen a szikével próbálták ugye megkezdeni, hogy elindul a vágás, és nem sikerült. Majd végül látták, hogy valami ott van. Na most ennek az a tulajdonsága, hogy a tépőzár az csak valami, hogy ne bomoljon föl, vagy ne nyíljon föl, cipőkön, meg sok mindennel lehet használni ma is.
De sokkal izgalmasabb az, hogy egy olyan intelligens ruhát viseltek, ők nem mesztelenül vannak, mint a macska nadrág, csak úgy egy teljes overall-szerű valamibe van, ami a különböző hatalmas, több G erőt képes elnyelni. Tehát nem szenved tőle, nem pusztul el, mert bizonyos G magasságtól, vagy erősebességtől már meghalnak az emberek adott esetben. Nos, ez nem engedi, és a tépőzárt aztán így szabadalmaztattak, akkor jöttek rá, hogy ez, ha, milyen jó, ezt lehet használni, jó pénzt húztak belőle. Na és itt van az az anyag, amiről beszélek, körülbelül így nézett ki, és ezt ha fúrták, ha vágták, megmaradt a vágásnyom egy pillanatig, és visszaépítette molekulálisan önmagát. Egyébként most ugrok megint egyet a 95 környéken Sverdlovsknál egy földönkívüli űrhajó belecsapódott egy sziklába, de a városhoz közel. És akkor döbbentek meg, kimentek a kutatók a helyszínre, mintákat vettek, és döbbenetes, ugyanis ismerjük a hálózati vezetékeket, kábeleket, intelligens baktériumok továbbítják az információt, előre megbeszélve, összekapcsolódva. Döbbenetes volt az eredmény, egyébként Voronyezsnél is volt ilyen, ott meg elvittek gyerekeket, de nagyon szétesik akkor a dolog, haladjunk csak itt. Tehát azért akartam mondani, hogy milyen technológia, amikor a baktériumot ráveszem arra, hogy vezesd az áramot, vagy az információt, vagy a jeleket, az impulzusokat. Azért nem itt tartanak, tehát nem itt tartanak. A lézer is innen származik, ugye, gyakorlatilag kivétel a János, az nem, de az összes többi az igen, ezek a lézerek, megvan, ugye, megvan. Ha, igen, nézzük meg, tehát ezt ma használjuk ezt a lézert, ennek csak a gerjesztésén múlik, hogy milyen erővel gerjesztjük, a szerint lehet vele vágni üveget, fémet, és nem sorolnám. Egyébként a Bibliában gyönyörűen le van írva, hogy végy egy kígyót, ez a kábel, végy egy világító követ, az a rubin, mint most itt, ennek is rubin van benne, tekerd rá a kígyót a kőre, a világító kőre, és ott a lézer. Fridláda ugyanilyen technológiai, technikai szint, az pedig egy adóvevő. És hogy a Bibliában milyen szépen van, oltári kép. És hogy hívták azokat, akik ültek a Fridláda előtt, vagyis az adóvevő előtt, mert az adóvevő volt, ott ültek, hogy hívták őket? Egyik volt a figyelő, tehát ő neki figyelni kellett az adásjelet. A másik meg a messenger, az üzenő. Annak szóltak, hogy megjelent a képen az a földön kívüli. Szólj már Jézusnak, hogy jöjjön már az a 12, ne csellengjen össze-vissza, jöjjönek, de időre kell megbeszélni dolgokat. És akkor az üzenő, a messenger meg elrohant, és szólt neki, hogy na gyerünk, mert a főnök szólt. És akkor sorolhatnám, ez egy külön izgalmas téma, megint csak, de maradjunk a lézernél, ezzel sebészileg, na most ennek a hölgynek például, amit említettem az előbb Sárvárnál, lézerrel, és azért érzett ilyen különös anyagot, mert még bekenték valami maszlaggal, amit ő érzett, és gyönyörűen gyógyult volt, és azonnal elmúlt, és a melldaganat is azért azért tudnak valamit. Na, az optikai üvegszál innen származik szintén. Nem találtak izzót, világító alkalmatosságot, csak ilyen, ma már tudjuk, akkor nem tudták, optikai üvegszálnak van nagyon sok érdekes tulajdonsága, nagyon profin vezeti például a televíziók jeleket, telefonjeleket, veszteségmentesen. Ezt úgy kell elképzelni, most egy optikai üvegszálat metszetben mutatom, és ilyen lambdaszorosan pattog benne az információ, de nem tud kilépni. De kicsit megcsiszolom, ott már kiszakik. Tehát ez, amikor oldalt világít, ha kicsit megcsinálhat. Ezek azok a reklámtáblák, amik ki vannak téve, hogy nyitva van a bolt, oda van rá feszítve, megcsiszolják, és akkor ott végig ilyen vékony vonalba világít. Tehát igen, ezek korszerű, rendkívül jók, optikai üvegszál információközlés technológiában ma már csúcs. A kevlár innen származik. A kevlár, ugye tudjuk, a golyóálló mellény. Eredetileg az alapel nagyon zseniális, nem hinnénk el, hogy miből jöttek rá? Ennél egyértelmű, hogy ott volt. De hogy alapvetően már törték a fejüket, és arra jöttek rá kutatók, akkor még nem erre, hogy tulajdonképpen mi az, ami elnyeli a lövedéknek a sebességét, és lefékez annyira, hogy nem hatol át a testen. Ez kérdés. Pókháló. A pókháló. Ugyanis olyan, hogy a földet négyszer körbe lehet tekerni egy póknak, amit icaka összesző, mert annyira nyúlik,
És pont ezért ilyen, tehát mint képzeljünk, amikor egy ruhás, valamiben beledobunk egy követ, egy ruhatárolóba, hát az elnyeli. Ugyanilyen hasonló szisztéma ez is. A kevlár tulajdonképpen egy rendkívüli mikroszemcsézettségű nanotechnológiás, nem a mi találmányunk volt, onnan vették, akkor jöttek rá, hogy hoppá, ez elnyeli. Mihez kellett ez? Nagyon egyszerű. A sok gének a testre gyakorolt hatalmas passzírozó hatását elnyelte. Tehát pontosan ez volt a lényege, és akkor jöttek rá, hogy hát ezt lehet erre is használni. A tranzisztor. Ugye ez az, amiről beszéltem, itt bal fönt lehet, és jobbra alá a processzort, csippeket, gyakorlatilag a szilícium alapú ellentétbe a germániummal, tehát a szén alapúval, na most a szilícium az egész sivatag szilícium, a homok, a sima homok, sárga homok a szilícium. Tehát nem panaszkodunk, hogy nincs üveg. Van bőven, csak meg kell olvasztani, és már is üveg. Gyakorlatilag ez a szennyezés, ez egy NPN, tehát a germánium az PNP, pozitív-negatív, az pedig NPN, negatív-pozitív, teljesen ellentétes, minimális a zaj szintje, szinte alig lehet hallani, pici mikroméret, hát ebbe, itt a processzorban, itt látunk, itt több mint 10 millió tranzisztor van bele impregnálva ebbe a picibe, ennek a szennyezésnek köszönhetően. Aztán, tehát a mérete kicsi, a hőtermelése, mivel nem nagy áram folyik, kis árammal működtethető, és gyakorlatilag nem fűtetesként használják, bár azért egy ilyen processzornál kell egy kis hűtés, egy pici kis hűtőbordát tetejére leragasztanak, és bőven állja. Ott mellette két olyan pók mászik, százlábú, azok az integrált áramkörök, azok a kezdetlegesebbek, aztán utána már a processzor az már itt van. Magyarul nagyon nagy teljesítmény, nagy erősítés érhető el, és zseniális, egy teljesen új szisztéma, és hogy nem, 47 után 48-ra jelenik meg. Hát, mert szabadalmaztatták. Nem kellene hűtőszekrény. Mai napig nem kéne már használni az emberiségnek, amivel az tényleg környezetet szennyezünk. Szerencsére a freon meg a különböző ilyen rossz anyagokat már nem engedélyezik. Azt mondta Amerika, hogy nem akarom én ezt tovább, úgyhogy eladta Indiának a hűtőgépgyártás. Gratulálok. Hát alig vannak néhány százmillióan, milliárdan vannak, ugye? Majdnem. Gyakorlatilag pont az a lényege, hogy egy ilyen fólia-szerű valamiben találtak élelmiszereket, és valami különleges tartósító anyagot. És a sivatagba beleásták ezzel, és 10 év múlva kivették, és ugyanolyan gyönyörű rózsaszín volt a hús. A napi 50 fokos plusz-minusz, ugye a plusz 50 fok és a mínusz 1-2-3 fok közötti hőingadozás ellenére, ugyanolyan friss volt, nem romlott meg, nem bomlott meg, stb. Nem kéne hűtőszekrény. De hát akkor hogy él meg szegény milliárdosa? Pénztáros lőrinc, akkor nem tud megvenni egy lehelgépgyárat. Nem, ugye? Na menjünk tovább. Philip Corso ezredes volt, ugye, és itt láthatjuk, megjelent ez a könyv nálunk, ez a Roswell-i titok, hogyha valaki meg tudja szerezni nyugodtan, nagyon, nagyon érdekes. Egyrészt, amiről beszélek most itt ebből, és idézek nagyon sok mindent, ugye ott a villámcsapás, és az 2 nap múlva jönnek, de azt már lelövik. A másik UFO-t, a másodikat, aki jött keresni a többieket, azt már lelőtték. És ott meghalt 2, egy kibukdácsolt, azt meg úgy megijedt a katona, hogy úgy meglőtte, úgy mondják, hogy 6-8 métert repült a levegőbe, hát pici kis falat emberke. Gyakorlatilag meghalt, és akkor egy maradt. Na és ez az egy valaki aztán elkezdett kommunikálni az emberiség. Hát sajnos a katonai részleggel, itt van Corso ezredes, és itt van az a kis lény. Ugye ő aztán nem régen halt meg, itt van újoncként, annak idején, illetve aztán később ezredesként, itt az öregség utolsó éveiben és 97-ben aztán elhunyt. A CIA főadiszállását láthatjuk a virginiai Langley-be, amik azért úgy titkosak, azért nem örülnek, hogy ilyeneket mutogatunk, de hát így jártak. Rosszul álcázták, bokorra befették volna, most nem tudnám mutogatni. Tehát a Roswell-i incidensről ez a Chase Brandon, a CIA egyik ügynöke volt, aki részt vett az egészen, és mindig azt mondták, hogy ezt nem akarják napvilágra hozni. Persze, de miért? Nem csak azért, mert hogy vannak idegenek, hanem úgy itt a szomszédban, a Holdon is, meg itt a Földön is, mert akkor mindezt el kellene mondani. De hát ő azt mondta, hogy egy olyan mesterséges szerkezet volt ez az egész szerkentyű, ami nem a Földről származó. És ezzel azt gondolom, mindent elmondott. Mondom se kell, hogy
nem örültek neki, de azért azt ma már látjuk, hogy már most szeretnék ők is, mert érzik, hogy annyira elgurult a gyógyszer, hogy most már nehéz visszahozni, megmagyarázni, hogy véghazudtunk. Az ugye egyszer egy jeles magyar filmszínész itt elmondta egyszer, és hát nem volt jó eredménye, ugye? Kukák gyúltak ennek örömére, és lángba borult fél Budapest, örömtüzek, göröktűz, stb. De hát nem véletlenül, most már nem tudja, hogy mondja meg, hogy véghazudtam. Mert ugye ilyenkor már azért csak föl kéne lógatni lábbal lefele. Na mindegy. Szóval, na hát itt van az időjárási ballon ehhez képest, és ő azért mondta, hogy ezek nem, ez egy nem földi eredetű valami volt. Ugye a boncolás szintén egy másik aspektus, illetve ez a tisztítási művelet, amikor föltakarítanak, ez mai napig is így van, több helyen zuhannak le mai napig is űrhajók, ezeket mind. Ha felsorolnám, Svédországnak 17 űrhajó van a birtokában, Franciaországnak 14, ja, hát ezt a híradókban nem mondják el, persze, de megvan a listánk. Azért azt el kell, hogy mondjam, nem akarom az illetőt, honvédelmi miniszter volt, sok volt, úgyhogy mindent nem nyírják ki. Gyakorlatilag ő segített nekünk nagyon sokat, tagunk volt, akkor a Budapesti UFO Egyesületnek a tagja volt, és azért volt jó, mert amikor észlelés volt valahol, akkor mindig oda csörögtünk, csak annyit mondott, hogy menjetek. És akkor az azt jelentette, hogy nem katonai gyakorlat volt. Ha katonai volt, akkor azt mondta, ne menjetek. Az. És tényleg kiküldött olyan helyszínekre, ahol tényleg nem katonai gyakorlat volt. Tehát ilyen nagyon-nagyon sok. El kellett tüntetni az árulkodó jeleket, tehát ez egy stilizált kép, csak természetesen, hogy feltették egy ilyen trélerre, és aztán eltárolták, elvitték az 51-es körzet, a Dulce bázis, Wright Patterson, Fort Lauderdale, és sorolhatnám ezeket a bázisokat, a sziklás egység. Na, tehát menjünk tovább, igazlátót főveszem, és mindjárt haladhatunk ezerre. Tehát itt az alufólia, ami ugye egy nevetséges történet, és ugye ott ásnak, lapátolnak, és 2-4 ugye itt láthatók, ezek szenzoros, szenzorérzékelős történetek. Ugye most a transhumanizmus jegyében ugye az ember és a biorobotok összevariálásáról szól a transhumanizmus. Olyan képességekre tegyünk szert, most abban nem folynék bele, egy nagyon nagy anyag, de nagyon izgalmas, hogy képesek például, akinek az alkarja hiányzik, itt az idegvéződés vagy a hajas fejbőr résznél olyan ideg kivezetés pontok vannak, amelyekkel azt a sapkát, amit találtak ebben, és a sivatagi vihar hadműveletbe, Irakba bevetették, ott már használták javába, hogy csak amerre néz az illetők, rákoncentrálva a pillanatban lő, igen, csak itt a nyaknál vannak ezek az érzékelő pontok, és ezzel gyakorlatilag impulzust ad ki, olyan, mint a meghúzná a ravaszt is lelőni azt, amire célhoz. Tehát hatalmas technológia van. A transhumanizmus ennek az egybeépítése, ez az összvér, az emberiség és a földön kívül, meg a szuperintelligencia, egyébként nem lesz szükség emberre, ezek a jó hírek közül néhányat, hogy mert ezt akarják, azért akarják lecsökkenteni, mert hogy tömegzabálás zajlik a bolygón címmel. Na de hát most a döbrögéről nem is akarnék beszélni, hogy most én hízok, vagy ki hízik. Hogy mitől, az egy más kérdés. De a lényeg az, hogy tehát gyakorlatilag pontosan ezek azok a dolgok, amikkel, ha jobban belemélyedünk, akkor megérthetjük, hogy az emberiségre nincs szükség sem csillagközi utazásokhoz, nem kell már hibernálni sem, mert egy robot ugyanazt megcsinálja. Gyakorlatilag napfényel dolgozik, vagy csillagoknál, tehát különböző sugárzásokkal, és olyan akkumulátorok, amikkel mi nem is tudunk gondolkozni sem. Tehát döbbenetes dolgok ezek. No, Örkény egy perc. Messze még a reggel. Igen. Ó, Rómeó, ó, Rómeó. 20-kor. Mihez képest? Vasedény. Ja, a 20, 8 perc. 20-kor? 20 óra vagy 20 perc? 18. Jó, oké. Velem lehet beszélni. Na, két dolog nehéz elkezdenem, utána meg abba hagyni. Na, menjünk tovább, azt mondja. Tehát ezen a panelen keresztül tudtak különböző dolgokat produkálni, amit a pilóták is kipróbáltak, a mi földi pilótáink is, döbbenetes dolgok, úgyhogy nem kellene csippek, meg ilyen baromságok, ott vannak az idegkivezetőség,
tések az emberen. Igen, igen. Ezt elnyertem. Tehát gyakorlatilag a boncolás során rájöttek, hogy hasonló hüllőféle szíve van, két pitvar, egy kamra, kevert vér. Tehát nincs szükség, és zöldes. Tehát ő igazi Greenspace aktivisták. Gyakorlatilag. Azok nem csak mondják, csinálják is. Az igazi zöldek meg minden hülyeségbe belelovalnak minket. Úgy olyan forkosbottal el lehetne rendezni őket azért rendesen. Nem bántom, mert van ami baromság az emberiségnél, de ez a, nálam ez a széndioxid, ez kiveri a biztosítékot. Hát meg akarunk dögleni? Nem kell virág, nem kell neki táplálék, oxigén, bocsánat, széndioxid, hogy mi oxigént kapjuk? Gratulálok. Na mindegy. A 47-es Razvelnél, ez olyan Csészajnál, és mondják is, hogy az ősi Anunnakikhoz van itt egy nagyon érdekes, különleges kötődés, amit a Pentagon is megerősít, és most már egyre inkább a CIA is kezd szivárogtatni, és sorolhatnám. Gyakorlatilag itt szintén hasonlóan lehet látni, fogaik vannak, pupilláik vannak, tehát szóval majdnem emberi lény, de mégsem. Arról nem is beszélek, hogy hatalmas tüdeje van. Tehát a tüdeje és a szíve óriási. Az ő arányai, persze az ő arányaihoz képest. Aztán itt látható Mexikónál, ez egy másik földön kívül, de a hasonlatosságot akartam csak megmutatni, hogy ezek az Anunnakiknak a segítői, a szolgái, vagy asszisztensei, nevezhetjük bárhogy, de tulajdonképpen ez az, ami valóságban csak egyforma kis szürke, ez egy robot, széria, 227 000-es sorozatszámú robot adott esetben. Érdekes, hogy az akkumulátor az itt van valamiért, mert sokszor világít. Tehát lehet látni, hogy világít is, és ilyen kocka alakú. Ha ugrunk Pumapunkluba például, ott például azért érdekes, azért érdekes, mert ott ugyanezeket lehet látni, csak ott nagyon szépen megmutatták. Sőt, egy processzornak a fedlapja látszik például a napistennek a szobrán, ahol áll a napkapu előtt. Tehát egyforma. Na most azok, akik idegeneket látnak, és utána ne adj Isten, még elkezdik terjeszteni is, hát azokat ugye megkeresik, és itt elsősorban azok a szemtanúkat, nekem már hiába fogják be a számat, én már annyit beszéltem, hogy már most már szerintem ők is megunták, de gyakorlatilag megfenyegettek nem egyszer, ez így igaz, és nem kell félni. Tehát az emberiség ügye az, azt gondolom, sokkal nagyobb az ahhoz, hogy ezt nem szabad elhallgatni, és mindig azt szoktam visszakérdezni tőlük, hogy nem arra, hogy a miből gondolja, hogy csak ön azért, mert a mi pénzünkön alkalmazva van, hogy ezt eltitkolhatja, amit azon szituációkban talál és lát előlünk. Ez az egész emberiség ügye. Ez az egész. Tehát most nem egy plázavétel, ugye a legfrissebb plázavétel, mint megszorító intézkedés, vagy egy homály, illetve homár fogyasztás csillagászati árakon, hanem ez az egész emberiség ügye. Ehhez nincs joguk. És ezt mindig mondom, erre nem tudnak, csak makognak. Jó, de nem lehet mondani, az emberek megijednek, bepánikolnak. Igazad van tényleg, az atomvillanástól ne féljen, attól bepánikolhatnak. A idegenektől, attól nem. Tehát a pánik megvan szabad, hogy pánik egy, pánik kettő, mitől lehet, mitől nem szabad, mitől meg kell. Tehát ilyen ablaktörés nem lesz című jelegére. Nos, nagyon sok embert likvidáltak is ezek a fekete ruhás emberek, illetve öltönyösök. Megpróbálják Neil Armstrong egyébként, amikor nyilatkozott, visszatérte után, hogy úgy néztünk egy méterre farkas szemet, szó szerint idézem, farkas szemet egy másik civilizáció lényeivel, de barátságosak voltak. És ő ezt az egyetemen, mert egyetemen oktatott, elkezdte mondani. Azt mondták, hogy most fejezze be, mert ha unokáját nem akarja, hogy meghalljon, akkor ezt most fejezze be. Ott is hagyta az egyetemet évekig, aztán később rájöttek, hogy nem jó, mert ott kinek többet mondott is. Úgyhogy visszahívták az egyetemet, itt oktasni, legalább ellenőrizni tudjuk. Tehát azért ez működik, a cenzúroid. És itt látható egy darabja, amit szintén ott találtak, ez egy nagyon speciális fém darabga, nagyon ritka fém nálunk, de ami a lényege, ebben a tisztasági fogban nincs is.
Tehát ezt nem, ugyanúgy, hogy a alumínium nagy, meg a magnézium nagy tisztaságot csak űrkeretei között tudjuk előállítani, na, de ez nem mai, tehát mostanában már fölrepkedünk, de ez nem mai történet. És ott van a mikroszerkezete, látszik ott jobbra fönn, hogy milyen különleges. Itt nem tudunk ilyet előállítani, ennyi. Ugye itt van a kivezényel katonák. Na most itt van ez a Matilla, és akkor most megnézzük, hogy annyiból belekezdek csak, jó, hogy izgalmasabb legyen a ennivaló, hogy gyakorlatilag gyorsan emésztett, úgy értem, hogy ez a hölgy, ez egy nővérke volt, akinek az volt a feladat, hogy aktákat ide vitte, oda vitte, stb. És a boncolásnál ő neki odaadtak egy-két aktát, vitte ide-oda, és egyet nem adott le, hanem eltett. Soha nem keresték, tehát ugye ez az, amikor nincs időbe iktatva, buktatva, és ezért megmaradt nála. Majd 60 évig őrizte ezt, amikor napvilágra kívánta hozni az egészet. És az, hogy mit hozott, azt nyilatkozott addig egy interjúban, persze idősebb már, akkor, amikor képkészült az a fiatalon, hogy sok embert öltek meg azért, hogy megakadályozzak annak a tudásnak a feltárását, amelynek a társadalom előli titkolását én is segítettem. Tehát bűntudatot érzett, és úgy gondolta, hogy ezt az emberiségnek a tudtára kell hozni, és akkor most van a szünet.